És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. A Klassz FM-en. 6 óra után 17 perccel jó reggelt. Mindenkinek, hello Feri, hello Jani. Sziasztok, jó reggelt. Még egy kis nyomogatás, még egy kis állítás, hogy mindenki jól szóljon. És aztán már lehet kezdeni beszélni, mi újság van, így elment az idő, mi? Már a sok reklám, ja, a sok hétfő. Zene. Ja nem? Aha. Hétfő 20 fok, már reggel 20 fok. Hát ez le a kalappalom. Hát és egész héten ilyen lesz, egészen megdöbbentő időjárás, mondjuk itt szeptember őrületnek neki, akik mondjuk így az utószezonra utaznak, akár kereskedelmi szempontból, akár egy kis nyaralás szempontjából, hogy még leugrunk a Velencei-tól a Balatonra, a Lupára, mit tudom én. Lehet 24 fok a Balaton, kézzel 24 gyerekek. Hát nagyon jó, nagyon jó. Hát visszajött a nyár. Két csapatot nem irigyeltem a hétvégén, a meleg miatt magamat, az egyik, a másik a Janiékat, a futókat. Fie 30 fokban 21 kilométert, és megcsinálta. Hát, köszi szépen, megcsinálta, hogy ez a 10.300 egyéni futó is, aki egyébként részt vett, ugye a hétvégi 31. Vizer Budapest félmaratonon, de irgalmatlan kemény volt. Tehát, hogy én megmondom őszintén, hogy volt, hogy azért így valahonnan ugye a legmélyebb bugyrokból kellett, hogy erőt merítsek, így futottam így a saját kis tempomban, ráadásul a nem túl drága GPS-es órácskám így az alagútban, ami nagyon szép volt, nagyon jó volt, nagyon hangulatos volt, hogy átfutottunk rajta, de szépen elszállt, én meg egy pár kilométerre később vettem észre, hogy nem ér semmit, gyakorlatilag fogalmam nem volt a részideimről, és a részidő ilyenkor nagyon-nagyon fontos, mert azért az ember tök könnyen el tudja futni magát, úgyhogy utána már csak így idézőjelben vakon futottam, hát és mindenki előtt le a kalappal, aki ott volt és teljesítette, mert iszonyatosan meleg 30 volt. 30 fokba futni, 21 kilométer. Arról a nézelődőket, meg a szurkolókat, hogy menjenek már majd márni. Nagyon kemény volt. Nagyon durva volt, hogy de rengetegen voltak, több mint 15 ezeren. Az összes különböző távokra, ugye nagyon sokféle távon lehetett indulni, volt duó, trió, meg volt ugye az egyéni félmaraton, amire, ahogy mondtam, 10.300-an neveztek. És hát pont mondtam Balázsok, hogy ahogy hallottam, a 20-as évek óta nem volt ilyen meleg soha, szeptemberben. Ebben az időpontban. Nem volt már az én indián nyár, nem? Vagy nem volt? Az szóval volt, de ilyen meleg nem. Valamikor azt mondom, hogy 28-ban volt utoljára ilyen. Aha. Fú, nagyon kemény volt. Tehát, hogyha valaki vízparton töltötte, mondjuk kertpartizás közben töltötte az időt, annak biztos, hogy ideális volt, biztos nagyon jó volt, de hát a futók azért megszenvedtek ezzel a 21 kilométerrel most ebben az esetben. Úgyhogy, tehát a kenyaiaknak meg se kotjon. Na jó, hát ők tudni, hozzá van szokva. Ők nyerték, gondolom, persze, ugye? Persze, első két helyzet természetesen kenyai volt, a már ismerős kenyai, akik. Igen, akik mindig itt vannak velünk, nálunk vannak, futogatnak. Miért futnak nálunk? Ez megfelelő gyerekek, nem? És ott a félváros lezárva, én megpróbáltam egy reménytelen kísérlettel elindulni, aztán rájöttem, hogy nem. Mondjuk a tájékoztatás hiányára nem lehet fogni a dolgot, mert hogy mi is egyébként itt már a hét elejétől kezdve mondtuk, egyébként meg mindenhonnan dőlt, rádióból, tévéből, újságokból. Miért nem a Margit szigeten futkorláztok ott körbe-körbe, nem? Négy kör. Mondom, hogy miért kell nektek a minden hétvégén már valamit lezáratni. Én most már velük vagyok, nem mosolyogjál. Ki vagyunk tiltva a városból. Én kiállok mögüled most. Kiállok, én a futókkal vagyok. Egy évbe egyszer ki lehet bírni. Na, még ha egy évbe egyszer lenne. Ne kamuzzál, mert nem egyszer van. Tehát konkrétan minden hétvégén. Meg mit tudom én, még milyen maradtam. Vizer, Spár, fél Spár, fél Vizer. Most héten nem volt. Fél Ryanair, fél EasyJet, mit tudom én. Menjetek kirándulni. Én most már vidéki vagyok, engem most már nem érdekel hétvégén. A főváros ilyenkor hétközben érdekel egy kicsit. Föl kéne építeni egy futópályát a városon kívül. Hol? Hát valahol, nem tudom, egy régi elhagyatott reptéren, a Feri egyen vagy valami, és akkor ott futkorásznának körbe-körbe. Nem, az aszfalton. Hát ma is aszfalt. Igen, de legalább épületek vannak, nem gyenfutják. Hát így is betonon fut. Jó, de hát vannak épületek, ott állnak az emberek, most ki fog kimenni érted a izére, a pusztaságra, szurkolni ezeknek a gyerekeknek, fiataloknak, idősebbeknek. A kopaszi gátra nem tudtam lejutni vasárnap délután, mert minden lezárva, alsó rakpart, dugó, visszadugulva, minden le volt zárva. Ott is. Igen. Merre futottatok? Jöttetek ott föl a Pest-Budai alsó rakparton? Futottatok, nem? Hát, várjál, azt mondja, hogy szerintem egyébként a Kopaszigáltig nem is mentünk el, mert előtte volt a fordító. De nem, de ugye, de futottatok az alsó rakparton? Persze. Na, Budain?
Igen. Hát na mondom, tehát hogyha már ilyenek futnak az alsó rakparton, akkor ugye azt már előbb zárják le. Tehát már ugye megteszik előbb a lezárásokat, hogy ne éles se tudjak menni. Meg mindannyian szegény autósok. Hogy komolyan mondom, hogy már az autós ki van szólítva a hétvégén a városban. Tisztességes autós érte, tisztességes autós, nem száll ki az autóból hétvégén se. És ezek a rohadék futok, fogy te! Hétfőtől szombatig, adják csak oda nekik a várost, és még ezt a vasárnapot is elveszik. Komolyan mondom, hát milyen világ ez. Nem szép, nem szép, komolyan. Tavaly szeptember 24-én 31 fok volt. Igen, de ugye ez a vízer, az mindig úgy itt a közepe eleje felé van szeptembernek, és olyankor, mert pont tegnap beszélgettem valakivel, aki így vezeti, azt se értem mondjuk, hogy van ember, aki nem meteorológus, és írja az időjárást. És megvan neki 30 éve beteg, vissza. Igen. Ő tehát az egy kicsit beteg, és mondta, hogy ő megnézte, és hogy sose volt még ennyire jó hétvége, ez a második a szemben hétvége, körülbelül hogy harmadik, tehát így a szeptember elején közepén mindig van egy kicsit esős, hűvösebb rész. És akkor valószínűleg ugye erre számított mindenki, hogy megint mindegy, az lesz, persze, hogy egy 20 pár fokba futsz, hát a 30 pár fok az meg nem ugyanaz. Kemény. Na mindegy, de lényeg, hogy teljesítetted. Jó volt. Ez a lényeg, lefutottad. Így van, nagyon jó volt. Ezen kívül meg azért nagyon fontos, hogy a sportesemények voltak a hétvégén. Nyilván teniszről még azért egy-két szót mindenképpen beszélünk. Ezen kívül pedig ott volt Papp Biancának 160 az ezüstje a paralimpián, illetve Sors Tamásnak a 200 vegyes ezüstje. Ez szép, a legfrissebb. Gratulálunk csajok. És még van bennünk. Van. Azt olvasom, hogy a Nobel-nök el sem megy egyébként a megnyitóra meccsába. Hát, kevés, nem? Jó, értem, hogy miért van egyébként, nem akarok itt most nagyon, nem tudom, ideologizálni, vagy ideológiákat kitalálni. Na, hát te meséljél végre, tehet-e, akinek megszereztünk a világ legjobb olajzó spréjét, hogy ki tudsz-e már állni. Nem fújtam be, elfelejtettem, még nem tudtam bele hétvégén, annyira sűrű volt a hétvége, hogy... szeretlek ezekért a pillanatokért, tehát a férfi, aki érted, nem a szomszédjával, azt mondjuk egy a szomszédjával való botrány, vagy gyakorlatilag a szomszédok már meg akarnak kövezni, kapsz a világ legjobb olajzó spréjét, nem használja. Nem esett útba? Egyrészt nem esett útba, kettő, el is felejtettem, háromszor itt hagytam bent, tehát hogy volt baj. Azt rájöttem, hogy nem hagytam itt bent, hanem hazavittem, majdnem felrobbant a kocsimba, mert 60 fokon ott hagytam az első ülésen a jobb oldalon, de hál' Isten nem robbant föl. Aztán Viki valóban kitette és berakta a garázsba, és ez meg is pecsételte az Pirének a sorsát, úgyhogy ma hazamegyek és befújom. Egyszer hétvégén nem volt időm annyira. Téged zavar? Nem. Hát akkor miért te fújt be? Na, ez is fújja be az, akit zavar, nem? Hát akkor tudod, mami. Jöjjön át a mami, és fújja be, érted. Ő már 8-szor a kolompúval már megint kergette ott a levelet, érted. Hát akkor azt most én se fogom. Azt ami a kettőt, ami lehessett most így a 30 fokba, úgyhogy én se fogom elsietni a garázskapu befújását. De most meg sem, most lesz idő, mert hétvégén kicsit sűrű volt minden. Úgyhogy nem tudtam, de most megcsináljuk. Na, hogy sikerült a kerti parti? Jó volt, nagyon jó volt. Nagyon, nagyon sokan voltunk, jó volt. Hoztam neked marhapirít. Ez az! Akartam, csak a Viki való elvarázsolta. Nekem csak egy szemecskeke, egy falatka a szaftjával. De melegítsük meg, úgy a jó, nem? Igen, mert nem vagyok most ittas, mert egyébként azt úgy szeretjük, ugye, hogy a hűtő előtt nyitott ajtóval térdepelsz éjszaka, fúj, de csúnya dolog, de azért most melegítsük. Hát nyilván. Idegen megdermedve a szaftja, jó, Matula bácsi is. Matula bácsi is. Nagyon nagy adagot csináltam, tehát erős közepes, de jó, ekkora adagot még már nem fűszereztem, 4 kiló lábszárból csináltam. Nem fér bele a bográcsba konkrétan. Tehát nem én mekkora bogrács, az én díszbogrács. Amíg kihozzák a halászlevet, a picit. Nagyon nehezen tudtam keverni. De hoztam, a nagy elfogyott. Hoztam mindent, amit kértél? Fehér kenyér, kovjúbi. Minden volt. Minden igen. Volt, minden. Minden beszereztem. A siserék. Ilyen morzsaparti volt, nem tudom, az nem morzsaparti, hanem hogy mindenki hozott valamit. Valaki palacsintát sütetett a feleségével, van, aki kókuszgombócot csinált, és akkor... Kókuszgombócot. Pörihezettétek? A gyerekek azt tették, úgyhogy volt minden, jó volt. De tegnap elég hangosak voltunk. Senkit nem kellett kihúzni az izzó faszénből. Tudok rajta járni. De volt minden. Tehát amikor este 5 órakor vagy fél órakor, még a Benni megtalált ezt a slagra, ráteszed a vizes lufikat, és akkor egyszerre 20 vizes lufit felfúj, és akkor a szülők gyerekek egyszerre dobáltak. Az ez jó. Jó, ne ide dob, ne ide, mit csinálsz, ne büdöcske, gyere ide, elkaplak, gyere onnan, ne csinálj, szóval erről szólt a dolog. De jó, jól sikerült, úgyhogy... Akkor ezért nem lehetett hallani, hogy nyikorges, mert elnyomtátok. Mindig, amikor nyitottuk a kaput, akkor nagyon kiabáltunk, hogy ne hallja a néni. Úgyhogy jó volt, 8-an voltunk, 7-en 8-an, 8-9 gyerek, úgyhogy sokan voltunk, jó, jól sikerült a párti. Úgyhogy meg hozok egy kis pörit nekem. Jó. Hát nem is tudom, hogy visszatértélek csak egy fél mondat elejéig, valamelyik strandot újra kinyitották. Hát most nem tudom megmondani egészen pontosan, hogy melyiket, de mondták, hogy ilyen még soha nem volt, hogy a szezonnak ebben a szakában, vagy pontosabban a szezon után újra kinyissanak, és megint tele legyen.
Budapesti strandról van, szóval nem tudom pontosan. De mi már bezárták azt, és akkor kintották? Hát, augusztus végén általában mondjuk meghagyják a kinti úszót, ugye mondjuk, ha van 50 méter, és azt még nem fedik be, de mondjuk már a gyerekmedencéket leengedik ilyenkor, mert úgy sincs gyerek, rossz az idő, hétvégén már nem jönnek, és akkor meg most az történt, hogy újra föltölteni mindent, az hajrá, de tényleg 30 fok lehet, vannak. Hogy egyébként tényleg valami balatoni lángososra szedegették le a deszkákat. És srácok, szezonban. Hát ők most még ezzel belenyúlnak, ja. Most még hétvégén elindulnak. És meddig tart? Mekkora mázdink van? Hát ez a hét még oké, okay. Hát én úgy tudom, hogy még hétvége is meg lesz. És még az egész hétvége igen, is? Igen, hogy még az a hétvége betyár. Is megvan, úgyhogy semmi oka panaszra. Hmm. Igen, már jövő héten hűl egy kicsit, azt látom. Na és mit szólunk Wawrinkához? Ugye, én el akartam kezdeni megnézni, mert én ezt éreztem, hogy ez lesz. Én ezt éreztem. Nem tettem meg Wawrinkát, de tudtam, hogy behúzza. Csak a 10-kor kezdték, 11-kor, hát ez... Harcok kellett a gyereket kiszednem a izé a vízből, ide gyere, oda gyere, nem bírtam ki, úgyhogy nem láttam. És hát egyszer tett húzott be a gyoko, hármat Wawrinka, aki élete formáját játszik. Én már láttam a többi meccsen, hogy szerintem Wawrinka ezt most behúzza, talán beszéltünk is erről pénteken. És én mondtam, hogy szerintem ez most meg lehet, mert láttam, hogy hogy játszott, és én ismerem ezt az oldalát. Úgyhogy... 31 évesen odaért, a legidősebb, jól szoktán győztes. Igen? Azt írta? Aha. 31, aha. Már csak Wimbledont kell behúzni, és akkor megvolt neki a 4. Igen, szóval, hogy nagy dolog. Én nagyon szeretem, én neki drukkoltam. Én gyokot kevésbé. Úgyhogy persze megint ápoltatta magát, meg azt a gyokot, ez mindig eljátsz nekem, ezért nem szimpi meg. Na, mert mindig az van, hogy akkor ápolást kér, meg akkor értem a csuklója, meg a háta, meg persze van gond, de majd várjuk az ismétlést, megnézzük. Szerintem Wawrinka zseniális. Azért játszott. Veszített, mert fáradt volt, fájt a csuklója. Hát ne legyen fáradt, hát alig volt pályán. Ja. Vagy lesérült ellene, vagy egyszer után feladta, hát konkrétan a fele mennyiséget játszotta, mint a Wawrinka. Nem, a Wawrinkával tényleg ez van. Szóval, ha ő jó, ő bármelyik nagyot megveri. Ő fejben veszít el mindenkit. Ha ő összeszedett és jól játszik, ő képes megvenni Rogert, Nadalt, Murrayt, Djokovicot, bárkit. Csak általában lúzerkedi. És most jól jött ki neki a lépés. Nagyon nagy. Úgyhogy én örülök, nagyon boldog hát vagyok. Hát a Djoko meg végigszínészkedt az egész pályafut esetén. Nem Djoko, igen. Hát nincs mögött egy Nem látnak még át rajta. Akkor most aki a Wawrinkára tett pénzt, az jó jár, gondolom. Én gondoltam, hogy megteszem, csak engem már letiltott a Tipmix, mert olyan régen mentem be, hogy már nem új jelszót kell generálni, és mondtam, hogy nem, de egy nagyobb összeget én most földobtam a Wawrinkára. Engem Móni tiltott le. Hát kinek mi jut? Pedig mondtam neked, adtam tippet, hogy szerintem most Wawrinka. Japcsi ellen nem teszek. Ja, és a Nisikorit is megmondtam neked. Igen. Pedig Nisikori sem játszott rosszul, csak hát a Wawrinkában most nem lehetett semmi. Kérdezz, hogy Wawrinka vagy Nisikori? Mondom. Egyértelműen tedd meg a Wawrinkát. Tedd meg a Wawrinkát, mondom, ne a Nisikori. Mondom, hogy Japán ellen nem. Hát mondom, akkor jó. Két nemzet van, aki ellen nem teszik. Magyarok ellen, hogy Japán ellenek. Na, remélem ismétli a Eurosport, és akkor majd belenézünk. Hát biztos nagy sikerű mérkőzéseket megismételnek, és hogyha szegény Djokó kikapott, én sajnálom. Azt írja, hogy egy hallgatónk, hogy M5 most egy nagy szarvast ütöttek el Pest felé az 57-es kilométernél. Te jó Isten, mit csinál egy autópályán egy szarvas? Hát, úristen, nekem ez a legnagyobb parám. M5, akkor hogy sötétbe egyszer autópályára valahogy fölkeveredik. 200 kiló, gyorsan kell a segítség. Edith, bemondtuk, nem még, ha valamiben tudunk segíteni, vagy hívjunk valakit, vagy szóljunk hál valakinek. Hál' sűrűn fordul elő. Mi a fenét csinál? Az autópályára nem szoktak nagyon felkavarodni. Ritka, mint autópályán a szarvas. Hát elméletileg ugye van egy csomó szakaszon két oldalt a kerítés, de a fölhajtó részeknél ott, ugye, ott már nem, ott föl tudjuk lászni. Meg van nagyon sok ilyen van lehetőségük átmenni ugye a másik oldalra. Ezekkel a kis felüljárókon, amik úgy vannak kialakítva, hogy... M5-ösön nincs, képzeld el. Ott azt, mikor építették, még erre nem nagyon gondoltak. M1, M7 ott már csináltak ilyen vadátjárókat, de az M5-ösön én úgy tudom, hogy nincs, legalább van már? Ja nem, csak hírek lesznek jók. Hogy elég sokat járok anyukám miatt arra, és akkor nincs sajnos. Én egyszer ütöttem el szarvast, ott az 5-ös úton, Kecskemét felé, köd, és nem mentem gyorsan, gyerekek, hát az, amit csinál a kocsival, és sajnos saját magával is. Én nem tudom, hogy Edith azt írja, hogy a szarvason kéne segíteni, mert hogy gyorsan kell a segítség, azt írja. Hát sok esélye nincs az állatnak. Sajnos. Én ütöttem el, én csőzet, hát az...
kész. Szétszedi a kocsidat. Igen. Az állatot, te, a kocsidat, ő meg a kocsidat. Tehát egy szerencsét. Ráadásul benne volt egy csomó benzin, másfél órán keresztül üldözted, hogy legyen a kerti pacsa. Igen, már legyen alapanyag. Szétment a gajtörő rácsom is, basszus. Egy csomó súsát összeszeded, érted? Nem mondom, hogy lesz vathús. Észak a reflektorral a szántásom. Tudod, milyen nehezen kaptuk el? Na, a sztármasztár milyen volt? Jó volt? Hát én semmit nem tőztem a hétvégén. Nem? Most én sem láttam. Szeretem azt a műsort. Ha valaki látta, írjon róla. Írjon már meg valaki, hogy milyen volt. Jó volt, mert hogy jókam. Most volt az első. Most volt az első, most indultak. És jók az arcok szerintem, úgyhogy biztos, hogy jó. Jó szezon lesz megint. Hát ez a TV2 egyetlen. Előbb indították? Igazán négyzetű műsora. Mihez képest? Hát a tervezethez képest. Szerintem nem időben, ők ezt így szeptember közepére tervezték. Betörték a vész esetén kis, hogy hívják, a vitrint, és ott van benne borítékban, hozzátok előbb a Starbucks-nak. Igen. Azt írja Edith, hogy nem ők ütötték el, hanem egy idős bácsi, aki egyedül van az autóban, utánfutója van. És egy Dusterral ütött el. Szarvasbőgés van, ilyenkor mindenen átmennek a tehenek után. Azt mondja? Most van a bőgés? Így van, hát ilyenkor már elkezdődik. Szeptember, október, még novemberben is. Isten, én úgy elvinném a Benit egy ilyen éjszakai bőgéssel. Hát nézd, nem kell nagyon messze vinni, egy pofon is. Éjszaka bőgés lett, gyere Beni. Hát ez nagyon-nagyon elmennék. Jó felé, hogy természetvédelmi területen esetleg szürkületben leesik a szemüveged, de ne, négy kéz lábkeres. Mert azonnal betámadnak, nézd meg akkor a tehén. Az anyja. Csak ide, te. Ja, jó van. Vagyok. Azt mondja, hogy bocsánat, elmegyünk hírezni, jó, és aztán új hét kezdődik. Ráadásul hoppá gyerekek, hát nagy hetünk van. Ugyanis egy nyertes jöhet velünk majd Barcelonába. Jöhet velünk Barcelonába, gólöröm játék 9 óra után, mondunk minden részletet. Hát jöhetnek a jelentkezők, még nem, úgy értem, lélekben készültek, még nem kell jelentkezni, mert hogy 9 után gólöröm játék. Ezt mi nagyon szerettük, az egyik kedvenc játékunk volt. Úgyhogy, hát majd mondjuk a szabályokat, és a tét az, hogy ott legyetek velünk, október végén Barcelonában egy Barca meccsen, ami egy páholyban ráadásul a Bekónak a páholyában. Nagyon reméljük, hogy találok új gundikat, új hajdubéket, új ifjú. Új rendőröket, új marinénit, vagy ki volt, milyen néni volt? Csaszolatlan gyémátokat, de jók voltak. Hogy hívták a néninket, a messzó vezeti sziszóra? Úgyhogy lehet majd jelentkezni, de majd mondjuk hogyan, jó? Ákos elmondja a híreket, aztán jövünk a hírek után. 10 perc múlva pontosan 7 óra, itt vagyunk, gyorsan egy közlekedés, az M5-ösön a korábbi szarvasos baleset, és ebben a pillanatban elugrott a gépen. Azt mondja, hogy... Na, várjatok. Rendezzük sorainkat. Igen, megvan. Mögöttük 4-5 kilométer a torlódás Pest felé, Lajos Mizse magosságában. Jaj, de szép ízes. Matyi, köszi, hogy elküldted. Én mondtam rosszul, igen. Szóval, hogy igen, nagy baleset van. Mende előtt 3 kilométeres a dugó, minden reggel hihetetlen. Valamint az M1-M7 bevezetői már most nagyon nagy a forgalom. Köszönjük szépen, és azt nézem, hogy Hegyesalom után áll az osztrák autópálya csacsa, 5000 küldte nekünk. Na jó van, oké, hát ennyi. Nézzük meg akkor, hogy ki a hét első játékosa. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Sziasztok! Szia! Hello, hogy hívnál? Robi vagyok. Robi, hello Robi, honnan hívtál minket? Én jelenleg Szolnokon tartózkodom. Szolnokon? Mit csinálsz arra felé? Várakozom a munkám miatt. Gyógyszert szállítasz. Aha. Jól van. Oké, kivel játszanál akkor, vagy kivel kezded? Menő. Nagyon jó. Ferivel indítanád a ma reggelt. Jó. Oké, indítjuk már is akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Robi, te tényleg 40-szer jelentkeztél már a játékra? Hát eddig körülbelül már egy jó párszor sikerült. Ezt írtad. Látod, elérted a célt. Örülsz? Többnyire. Akarsz kérdezni, azért választottál engem. Persze. Figyelj. Azt szeretném kérdezni, hogy esetleg bántad-e, hogy elköltöztél Békés Csabára?
jól érzem magam ott, ahol most vagyok. Abszolút. Te pedig, pedig nyugodt kisváros. Ott pedig laksz? Sokat... Csabai vagy? Dehogy. Ha nem? Csongrádi. Csongrádi? Csak szoktam arra járni. Csongrád szép hely. Kicsi város, Békés város. Hova viszel még gyógyszert? Gyulára? Gyulára, Sarkad, Új Kígyót. Tiéd Békés megy. Anyámnak te viszed a gyógyszert? Lehet. De rendes csávó vagy. Szereted a munkádat? Hát elviselhető. A korai kelés az nehéz. Megszokni. Nekem mondod? Ó, itt a vége. Hú, se vége. Lassú volt, szépen hétfői. A mindenségét neki. Erős hétfői. Erős hétfői játék volt ez így, igen. Lassú puhatolózás. Ja. Igen. Kicsit izgultam. Hát, igen. Azt hittem, sose lesz vége. Egyszer már játszottunk egy hármas ugrást, ott nem sikerült. Tényleg? Igen. Na, hát akkor megérdemelted. Jó van, na figyelj, megvan az ajándékcsomag. Hát jó nyugvenyelős volt, de letudtuk valahogy. Úgyhogy küldjük a csomagot. Jó, köszi. Jó, köszönöm szépen. Ciao, hello. Megadjuk, de szoszom. Jó, lassacskán. Hétfőre való tekintettel. Tolod az autót, és így nem akar beindulni. És így betolod, beugrasz, kettesbe rakod, fölrántod a kuplungot, de nem, megint lefullad. Megint be kell tolni, nem? Igen, és mindig jön a, na jó, ezt így ne előtt, gyorsan még. Na, már jön a szó. Igen. Nem epaszi, nem. Jaj, na azt mondja, nem baj, 1-0 akkor tulajdonképpen a hallgatóknak. Oké, sűság mindenek között dugó, oka béna sofőrök és a kivezényelt nagykátai rendőrök. SMS-be jött, köszi, és Cegléd után Nagykörös felé autó az árokban, rendőr már a helyszínen, egy sáv járható. Orosz Misi küldte nekünk, köszönjük szépen. Azt nézem, hogy mi van még. Én Andrét láttam, mint Zoltán Erika a sztárban, megdöbbentő volt. Jobb Zimány Linda volt, mint az eredeti. Meghatározó szemérem dombokkal. Tűsárkóban meg jobban nyomja, mint én, csak azt nem tudom, kiesett ki valaki. Kiesett ki végül? Ja, tudom, kiesett ki. Most olvastam, a Mészáros Árpád Zsolt. Más. De hülye név ez így, nem, hogy más? Fú, de rossz ez így, hogy más. Ez 30 éve nem tudom megszokni, mióta ezt hallom. Na, Zsolti esett ki, mi mondjuk így. Így nem? Van. Így van. Azért ez így sokkal barátabb. Igazad van, Zsbó. Zsbé. Ne, hát még ott van az Otto is. Ja, Zsbó vagyok. Zsbó. Csakor te? Zsbó. Én, várjál, én... Vizs. Vadon János Zsolt. Igen, még a Zsbó, az még... Jobb egyen. A Zsbó az még egyen jobb, igen. Bú, atya Isten. Na jó, oké, ha van friss közlekedés, híretek, küldjetek el, mi pedig jövünk, hiszen nem sokára. Gólőröm játékunkat pedig többen kérdezitek, majd 9 óra után lesz, tehát még ráértek. Ráértek egyelőre egy picit. Lesz előtt egy beugró kérdés is, arra válaszolni kell, de ezek a kérdések nem okozhatnak gondot egy barca fannak. Nézd, anyám, nem lesznek nehéz kérdések. Jó, úgyhogy jövünk, hiszen nem sokára, 5 perc van, 7 óra, itt vagyunk a hírek után. És most, Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra után vagyunk pontosan 9 perccel, szép reggelt kívánunk. Mindenkinek, itt vagyunk, hétfő van, indul a hétfő, és jó idővel indul, sőt, mitől be egész héten jó idő lesz. Igazából úgy, hogy nem kell nagy változásra számítani, marad a napos, és a meleg jó idő, aztán szépen lassan, ahogy látom, azért elkezd csökkenni a hőmérséklet. Tehát, hogy szeptember közepén mégiscsak így van, úgyhogy csökken majd szépen lassan a hőmérséklet, de egyelőre még nyugi van, és jó idő van. Lassan majd mondhatjuk a helyszíneket is, ha minden oké, le kell okézni, mert hogy 2 hét múlva turnéra megyünk. Ja, szóval imádkozunk, hogy 26-ától kezdve, és egyébként jó idő legyen, mert úgy néz ki, hogy hát sajnos tudjátok, hogy ez lesz a búcsú turnénk, és nagyon szeretnénk, hogyha nagyon sokan lennének. Bizonyám, úgyhogy majd mondjuk a helyszíneket lassan, ha tényleg kapunk egy okét, akkor majd kérünk, és ha megkapjuk, akkor tudjuk mondani. 26-án indulunk, az egészen biztos. Tehát már az 2 hétre. Már az 2 hétre, 1 hétig tart majd a turné, 30-áig, ha mindent az. És egy budapesti helyszínnel zárul majd, tehát 4 vidéki és egy budapesti. Egészen különleges fél budapesti helyszín, annyit azért elmondhatunk. Annyit elmondhatunk, hogy nagyon izgi lesz.
Igen, 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 igen. Én nagyon, nagyon izgi budapesti helyszín lesz, úgyhogy 26-ától, 26-ától turnén vagyunk. Majd nekem 28 és meg 30 és egy csomó mindenben van írva. Hát ilyet? Ingázunk megint. Összetorlódott? Megint ingázunk, majd látom én már magunkat, hogy megint ingázunk. Mert mindig úgy rákészülünk a hallgatóknak, mondom, hogy mind a hárman rákészülünk, hogy azért ez kicsit pihenős abból a szempontból, hogy mondjuk délután vagy egy szállodában, le tudsz menni a wellnessbe, el tudsz menni vacsorázni, nyugi van, mondjuk mi, és akkor utána szoktunk ilyeneket csinálni, hogy te Balázs, nem megyünk ezt Szegedről, si Jófokra egy ilyen konferenciára, de menjünk Ferenc, de menjünk. Köszönöm szépen. Uh-huh. Akkor Győrből Nyíregyházára nem vállaltál be egy melót, aláír szerződéssel, amit nem tudsz lemondani, de igen, fantasztikus. És akkor olyankor megy a cumi. Most látom, igen, 28-án este még valami rendezvény van, ahol el kell mennem valami előadásra, és utána 29-én meg menni tovább, illetve hát akkor az reggeles lesz. Gyorsan egy kérdés, mielőtt belevágunk a témába, hogy ugye nincs közöttök az 1 millió tonna alumíniumhoz. Ugye? Tehát nem véletlen, nem arról van szó, hogy gyűjtögetetek, aztán a mexikói sivatagba letettetek véletlen 1 millió tonna alumíniumot. Nincs közöttök hozzá, nyugtassatok. Nem tudok terelni, úgyis kiderülne, de van hozzá. 800 000 tonna az ennyi belőle, 200 pedig a felé. Így van, én kicsit később kezdtem a gyűjtést, úgyhogy le vagyok maradva. Ez a lehető legbetegebb sztori. Ez mint egy ilyen, nem is tudom, egy David Fincher akciófilm, vagy egy Benicio del Toro-val játszódó, ilyen félig mexikói, félig amerikai, nem tudom milyen, mint a bérgyilkos, egy akciófilm. Egy kínai milliárdos lerakta a mexikói sivatagban a világ alumínium készletének 6%-át. De hogy teszel le te oda? Hogy teszed oda le? Mondd meg nekem. Behordták a egyesével. Tehát kilóként. Sok kicsi kínai mindenki vitt egy kilót, és akkor szépen nem tudom, 100 vagy 200 kilójával elvitték oda 1 millió tonnát. És mexikóinak akartak álcázni. De várjál, nyitottak előtt egy burítost. A sztori az úgy kezdődik, hogy építesz egy hangárt. Ugye? Igen. Tehát, hogy azzal kezdődik a sztori, még nem kezded el odahordani az alumínium készletet, hogy építesz egy rohadt nagy hangárt a sivatag közepén. Amit már csak megkérdezne valaki, nem ott a mexikói hatóság, hogy aztán Ching Yang, vagy nem tudom, hogy hívják a milliárdos, minek lesz ez a hangár? Arra mit mondasz? Homokot tárolok benne. Igen. A sivatagban. Vagy nem tűnt fel, érted, a mexikói utazási irodáknak, hogy megugrik a kínai turistáknál. De szenzációs. Meg mit csinálják az amerikai kémműholda? Tehát, hogy ott is feltűnik egy új tereptár, gyakorlatilag azért lehet, hogy kíváncsiak lennének rá. Mi lehet az, hogy mire... Vagy még ráhúztak egy homokszínű ponyvát? Meg hát maga a mennyiség, az hogy a francba szerzi meg egy embert? Egy ember. Igen, mert ugye a történet annyi, hogy olvasom, hogy 2010-ben az amerikaiak intézkedtek, és a kínai alumínium import ellen, ugye a behozatal ellen büntető vámokat vezettek be, és abban az évben egyszer csak kiugró mértéken megugrott a Mexikóba irányuló alumínium export, és nyilván Mexikóból akarták becsempészni ugye a hülyék Amerikába, és letették egy nagy telken a szabad ég alatt a mexikói-amerikai határ közelében. Emberünk tagja a kínai kommunista pártnak, és alumíniumgyárban berendezett lakásban lakik. Tagadja, hogy bármi köze lenne az ügyhöz. teljesen beteg. És az országban hogy csempészték volna? Van valami elbámolni valójuk? Igen, 700 000. Ja, nincs! Igen. Ki akarta játszani a büntetővámokat? Más országok is egy bonyolult céglánculat közbeiktatásával, csak hogy nem jött be a kaland, és... Zong Tiennek van egy üzlettársa, aki félre menedzselte az ottani fedőcéget, és a nagy amerikai alumínium cégek is nyomozni kezdtek az ügy ellen. Ezért nem sikerült átvinni a fémet ugye az Egyesült Államokba. Ezért most ott lerakták, és ott hagyták. Tegyük le valahova. Azon gondolkodok, hogy inkább visszaviszik ezt az alumínium készletet Ázsiába. Hát teljesen beteg a történet. Micsoda léptéke. Ugye? Innen oda. Azért van egy utaztatási költség, nem egy 1 millió tonnánál. De hogy viszed oda? Mivel viszed oda? Na. Hogy utaztatod a mexikói sivatagba? Hát ez nyilván behozták hajóval, valahogy, ugye, és akkor ott a Yucatán félszigeten behajóztak a Karib-tenger, és akkor ott valahogy fölvitték a mexikói határ közelé. Nem Tamás, hogy elképzel, behajóztak. Nyilván az, hogy beteszed a hajó aljába az 500 000 tonnát. Igen, nem tudom, és elrakod a frotírzokba. És beszórod frotírzoknival. Benéz a vámos, jól van zokni, mehet. És nem tűnik fel, hogy a hajó az gyakorlatilag egy vízjel alá van süllyedve. Feri, az alumínium könnyű fém. De hülye vagyok, tényleg.
Nem normális, csak erészek a kínaiak képesek. Erészek a kínaiak képesek. Micsoda lépték van abba, belegondoltak, igen. Hogy itt nem úgy van, hogy mondjuk csempészek, mit tudom én, 5 kiló aranyat értett. Tehát ők, ha visznek valamit, akkor az sok. Igen. Sokan vannak. És hogy kereskednek valamit, vagy 100 000, vagy semennyi. Igen, ha nem kell, nem kell, majd eladjuk másnak. Zseni, félelmet. Mint azt értem, hogy a világ alumínium készletének 6%-a, ez mihez képest egyébként a 6%? A kitermelhető mennyiség szerintem. A kitermelő mennyiség? Hát, mert az ugye azért az egy állandóan változik. Van egy becsült mennyiség, és annak a 6%-a. Mi az? Hát ilyen rakhatok fölhalmozva. Ja, teljesen beteg. Az aranytömböt. Erről a hangáról, pontosan a hangárnak a tartalmáról, megdöbbentő. Egyszerűen hihetetlen. Szenzációs. Egyébként lehetne tojást tartanak málcázni őket, hogyha belenének festve ilyen 12 darabosnak. Mondjuk annak nem kicsi, tehát ez strusz tojászartó, de jó, igen. Ilyen egybe öntött raklatnyi tömbök vannak, bámulatos. Döbbenet, de nagyon jó történet. Na jó, van, gyorsan nézzünk egy-két közlekedési hírt, hogy mi a helyzet az utakon. Azt mondja, hogy a Vadas parkban lehet benni szarvasbőgést. Ide? Mi a Buda Keszi Vadas park? Vagy melyik? Igen. Mert azért van néhány, azért azt írni. A Demenc az tényleg híres erről. Azt is írják, és szerintem oda jönnös lenne, ez gyönyörű. Igen? Az Gemenci erdő. Az biztos, szép, igen. Azt mondja, hogy az alul nem nehéz, ölbe vitték, írja valaki. Vagy csak felhangzott egy üvetés, hogy ne oda buríts le. Valaki egyszer letöntötte. Ne oda buríts le, Józsi, mit csinálsz? Badna, jó, menjünk. Igen, és van egy, tákoljatok neki valamit. Szégyen, vasárnap szemét kupacok a fonódó villamos vonalán végig. Gratulál, a külföldieknek van mit csodálni a Gellért szálló előtt. Kaptuk SMS-ben. Hello fiúk, újra jó hallani titeket. Basszus, azt hiszem beleszerettem a főnökömbe. Puszi, Fanni. Hát, Fannikám, ad csak bonyodalmakat. Igen, mi múltkor mi is hogy jártunk. Igen. Azt mondja, hogy M5-ös nagykörösi út befelé végig torlódik az Ecseri piactól, ahol Kátcsap telep is olcsón eladó. Jó van. Ugye. Felszereltétek? Vagy megjött már egyetlen? Megjött már, írtak, hogy megjött, ma megyek átvenni, úgyhogy nem egy 3-4 hónap is fel lesz szerelve. Igazából ismerve a mi tempókat, 4-4 és fél hónap alatt találunk majd valakit, aki ezt fel tudja szerelni, úgyhogy ma ezt elhozom, jó is, hogy mondod, mert elfelejtettem, és akkor valamikor felszereljük. Soproni átkelő több kilométeres dugó zsebébe küldte nekünk, valamint Könyves Kálmán körúton befelé game over, írta Zoli. Valaki azt írja, hogy hiába könnyű fém, Jani, az akkor is ugyanolyan nehéz. Köszönöm szépen. Hogy tetszik mondani? Köszönjük szépen. Ezt már én is értem. Akkor butaságot mondtam. Aha, ha könnyű, mert ha hiába könnyű, ugyanolyan nehéz. Érted, én meg azt hittem, kiló, hogy te hülye vagy. Hát hülye vagy, te most tényleg hallgató igazam, mert 1 kiló vas, érted, az a nehezebb fém, meg 1 kiló alumínium, az érted, na? Kapizsgálod, mi? De ostoba barom állat. Hát, de komolyan itt ülünk, a hülyék vagyunk, te tényleg. Semmit se értetek. Nem. Semmit se értetek. Hát nem. Na, azt nézem, hogy van-e más, de nincs más. Egyelőre rendben vagyunk közlekedés hírekkel. Az M1-M7-es áll, de szerintem az csak a szokásos hétfő, többen kérdezitek, látunk-e valamit? Nem nagyon. Nem. Szerintem egyszerűen csak dugó van. Az ülőjöti felügyelőn például hasítanak. Hasít a forgalom? Na, arra gondolsz? Hát korán van még, hát még csak 4-8, hát majd az ilyen 8 óra körül. Gondoltatok arra, hogy milyen jó lenne, hogyha nem fejeznék be ezt az épületet, ami itt épül előttünk, illetve a stadion mellett? A Telekom székházra gondolsz? Igen, mondjuk halastó lenne a helyén. Ezt még sosem jutott eszembe, de akkor hátulról eszembe. Miért jutott az eszembe, hogy nem fejezzék be? Én szeretem, ha épül valami. Láttam most a valamelyik napi felüljárónak a tetejéről, hogy elhaladtunk, és annyira mély, annyira, hát egy lealatt alatt biztos lesz valami mély garázs, vagy mit tudom, hogy micsoda, de olyan szép mély az egész, úgy el tudnám képzelni az egészet, hogy itt üldögélünk a partján. Már nyugdíjasként. Ezek a baromi ronda ilyen, se nem piros, se nem sárga, elhízott, lassan mozgó, ilyen gusztustan aranyhalak húzkálának. Nem, rendes potykákat, ilyen rendes halat telepítsünk bele. Menj halak. Azokat most telepítik vissza. Menj, halak. El tudnánk kézni egy halastavat itt? Igen. És akkor itt horgászgatnánk. Mert azt se értem, hogy ezt a gyönyörű stadiont hogy árnyékolhatják le arról, érted? Hát, hogy a körúton is nem fogják látni a sast. Hát meg errefele nem lesznek ablakok. Ja, meg különben ingyen nézhetnek végig minden meccset. Nem maradok túróházi főnök. Igen. Itt féláron csak igen. Féláron lehet hallgatni majd esetleg. Na,
Biztos olvastátok ti is, hogy Dél-Korea és Észak-Korea egymásnak feszült immáron újra. És érdekes a dolog, mert hogy most éppen Dél-Korea fenyegette meg Észak-Koreát. Addig-addig fenyegetik ők egymást, míg ott valami valójában történik. Ugyanis a dél-koreaiak most azt mondták, hogy egy esetleges észak-koreai atomtámadás első jelére a földdel teszik egyenlővé Pjöngjangt. Jelentette ki katonai forrásokra hivatkozva a dél-koreai hírügynökség. Tehát ők keménykednek egymással, de azon gondolkoztam, hogy nem lehet egyszerű, ha van egy ilyen hülye szomszédod, mint Észak-Korea. Tehát ő egy békésebb népnek tartom én a dél-koreaiakat, legalábbis a vezetőjüket mindenféleképpen, de nem egyszerű, ha Észak-Korea a te szomszédod, nem tudsz nagyon békére. Hát ráadásul úgy, hogy egyiküknek van atomfegyvere, a másiknak nincs atomfegyvere, mert most ezután a 10 kilotonnás a robbantás után, amit legutóbb abszolváltak ugye a kedves Kim Jong-unék, azért milyen beszélgetés lehetett mondjuk ott a védelmi miniszter meg az ország első ember, ez PUBG, mink van? Ugye, képzeljünk el egy olyan szomszédot, ugye csak nézzük meg, hogy ez hogy néz neki valójában, ez úgy néz neki, hogy mondjuk mi itt üldögélünk békésen, senkit meg nem támadva, egy komoly hadsereggel, de mondjuk a szlovákok mellettünk folyamatosan atomkísérleteket hajtanának végre. Még az is lehet, hogy valahol a tenger fölött ott látod a felhőt, és egyszerűen nem vagy nyugodt, mert tudod, hogy van egy elmebeteg, elmeháborodott, paranoid vezető, aki mondjuk a szomszédod országában, a szomszéd országban ugye a vezető, és folyamatosan atomkísérleteket hajt végre. Hát fenyegetve érzed magad. És hát ugye legendás a rossz kapcsolatotok. Rossz a kapcsolat. Ezt mondjuk még hozzá. Igen, és békés magyarként végignézed, ahogy a szlovákok az ötödik sikeres, mindennél nagyobb robbanást és nagyobb horderejű atomkísérletet hajtanak végre. Hát valamit tenni kell. Hát én kérnék egy közbeszerzést rögtön atomfegyverre. Tudom is kinyerni. Én is azon, hogy én is tudom, hogy én is tudom, hogy jó neki az atomfegyvere, hozza ő, csak nekünk is legyen. Már négyet robbantott ez a drága északi diktátor, és ugye meg tovább az a baj. Jól tennénk mi magyarok, ha az ötödik atomrobbantás után megfenyegetnénk a szlovákokat, hogyha még egyet robbantotok, vagy legkisebb jele van annak, hogy ránk irányítjátok az atomfegyvereiket, akkor ugyan nekünk nincs, de mi megpróbálunk benneteket lerombolni? Szerintem igen. Kicsi kutya ugat egy picit a nagy kutyának. Igen, de tökösnek kell mutatkozni, hát nem ülhetsz ott az atomfelhő a gomba mellett, és akkor így nézelődsz. Hát legalább mondani kell, hogy bár ugyan nekünk ilyenünk nincsen, de majd a magyar néplélek az túlsegít bennünket ezen a dolgon, és nem tudom, mi lesz, odalövünk. A dél-koreai vezetés úgy gondolkozik, mint a gyerek, amikor megkapja a kakaós csigát. A közepét eszi ki. Dél-Korea azt mondja, hogy az észak-koreai katonai vezetést akarja megsemmisíteni. A batyúból a túrót akarja a mazsolát, mert tudja, hogy hol van az észak-koreai vezetés, és őket akarja megsemmisíteni. Milyen ravaszak? Az egész országot nem tudják, atomfegyverük nincs, de akkor majd elkapják a katonai vezetést. Pjöngjangt ledarálják. Figyelj, kb. 99%-ig biztos vagyok benne, hogy ha még nem épült föl, akkor valószínűleg ebben a minutumban is épül Észak-Koreában a világ legnagyobb, legmélyebb, legtöbb betont, legtöbb vasat tartalmazó atombunkere Kim Jong-un, és szűkebb környezet, azt gondolom kettő embert jelent, mert az összes többit egyébként bármikor beáldozná bárhol. Hát nagyobbat építenek, hogy legyen kit lelődözni, tudod, mert nála az is divat. Egyébként, hogy csinálsz valamit, akkor véged van. Teljesen beteg az ember, és persze. Szerintem ő már nincs a fővárosban, tehát hogy nagyon jó a dél-koreai fenyegetés, hogy majd leromboljuk a Észak-Korea fővárosát, de nyilvánvaló, hogy a csávó már rég értett, tehát 100 kilométerre egy irgalmatlan nagy bunker a föld alatt mindenre berendezve. Ha erre sor kerül, erre a csetepatéra, nevezzük így, bár ennél nyilván komolyabb lesz, sőt, ez nagyon komoly lesz, akkor ő már régen ott van. Az, hogy nincs. Tehát, hogy meg fog ölni ártatlan embereket. Mindenesetre kellemetlen egy ilyen szomszéd. Nagyon. Nem? Hát nem. Hogy itt 100 kilométerre, 200 kilométerre az ötödik atomrobbantás hajtja végre. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket erről, hogy mit gondol. Nógrádi Gyuri bácsi, jó reggelt kívánunk! Halló! Hogy örülhet ennek a Gyuri bácsinak? Tanár úr! Jó reggelt kívánunk! Szevasztok, bár baromira zavartok, mert eddig az Annával beszélgettem, ha nem érdekel. Külföldön? Igen, Norvégiába. Tudhatjuk, vagy magánügy, vagy esetleg... Hát most mondta el. Vagy tudhatunk esetleg, hogy valami nagy találkozás valakivel. A kizatásából jöttem, hogy atomfegyverprogramba segítsen. Kevés nehéz vizük. Na most mi történt itt az észak-koreai és a dél-koreai katonai vezetés között, hogy egy ilyen komoly verbális csata alakult ki? Mit tudnak tenni a dél-koreaiak, ha közben az észak-koreaiak már az ötödik atomkísérletet hajtják végre, ráadásul sikeresen? Kezdjük az elején. Egy. Ők mindig bejelentik, hogy minden sikeres. Kettő. Ez az ötödik valószínűleg tényleg sikeres volt. Három.
Nekem az alap az, hogy nyugdíjban pár évvel ezelőtt a CIA igazgatója, és azt mondta, hogy két helyen törhet ki a harmadik világháború, ebből az egyik Észak- és Dél-Korea köz. Sajnos igaza van, de néhány dolgot tisztázunk, és tietek a szó. Az egyik az, hogy az észak-koreaiak fölépítették a világ egyik legnagyobb víztározóját az dél-koreai határa, hogyha bármi van, azt mondják, hogy műszaki hiba, és elöntik Dél-Korea jelentős részét. Következő. A dél-koreai hadsereg mindenbe erősebb jobb, mint az észak-koreai, kivéve a régi erőt. Ezért korábban 42, most 28 ezer amerikai katonaállomásozik Dél-Koreába. Következő. Szóval egyet tisztázni kell, minden, ami Koreába történik, az hat hatalom érdekeltségébe tartozik. Az egyik Japán retteg attól, hogy ő augusztus 8-án 45-ben már nehéz helyzetben volt. Augusztus 6-9 a két atomtámadás, augusztus 8 a szovjet hadüzenet. Japán azt mondta, hogy ha lesz Észak-Koreának atomfegyvere, neki másnap lesz. Ez is egy önálló beszélgetés. Ott vannak az orosz érdekek. Észak-Koreának két északi határa van, 480 kilométer, 400 kilométer leegyszerűsítve a kínai határ, 20 kilométer az orosz határ. És ott vannak az amerikai érdekek. És a legfontosabb, ott vannak a kínai érdekek. Kína többször jelezte, hogyha nagyon nagy baj van, mivel a rakétaközpontok néhány kilométerre vannak a kínai határtól, bemegy és elfoglalja. Egyetlen egyet kell tisztázni, és ez az alap. Az észak-koreai vezetés abból indul ki, hogyha valakinek van atombombája, atomfegyvere, azt nem lehet megtámadni. És azt tanítják, hogyha Japánnak lett volna a második világháborúban, nem kap atombombát. Ha lett volna atomfegyvere Kubának, akkor a kubai válság máshogy alakul. Tehát teljesen más az észak-koreai logika. Én Pestről mondhatom, hogy ez egy baromság, de ő onnan így látja, még egy utolsó. A Szovjetunió szétesésekor nem volt, aki támogatta volna. Ezért Kim Il-sung akkor meghirdette az úgynevezett Duce eszmét, ami önmagában egy baromság, amik azt mondja, hogy egy ország rendezkedik be az önellátásra. Lehetetlen. Megpróbálták. Nektek igazatok van. Rendkívüli sok ember van börtönben. Rendkívüli sok embert kivégeznek. A koreai vezető teljesen igazatokban nem normális. Ez egy 88-ban született fiatal srác, aki nagyon fiatalon 2011-ben, 84-ben született, bocsánatot kérek. Tehát 26 évesen lett teljhatalmú vezető. Az ellenfeleit ágyúgolyóval löveti agyon. A korábbi szeretőjét kivégeztette. De Dél-Korea rendkívül nehéz helyzetben van, mert nem akar háborút. Ennek keretében adod a pénzt, kőolajat, élelmiszert, mindent, csak Észak-Korea ne fegyverkezzék. Hosszú évek óta hullámok vannak. Enyhülés feszültség. Most egy kőkemény feszültségben vagyunk. Kinek ad olajat és élelmiszert Észak-Koreának? Igen, azzal, hogy állítsa le a fegyverkezést, ad rendkívül sok támogatást tesz. Úgy hívják Dél-Koreában, hogy napsugár diplomácia. Tehát nagyon-nagyon érdekes. Itt tény az, hogy Vietnám egyesült, Németország egyesült, Korea nem tudott egyesülni. Több száz dél-koreai delegáció elment Németországba, hogy mit lehetett kezdeni a volt NDK-val. Semmi hasznosat nem tudtak hazavinni. Magyarul nem tudták azt megcsinálni, hogy hogy lehetne Észak-Koreával egyesülni. A kínaiak azt mondják, hogy lehet egyesülni, csak ne amerikai vezetéssel. Na most egy nagyon szemét mondatot, hogy mondjak. A valóságban a koreai egységet senki nem akarja, mert egy egységes Korea a távol-keleten komoly riválisa lenne. Rövid idő múlva az USA-nak, Kínának, Japánnak és Oroszországnak. De ezt soha senki nyilvánosan nem fogja kimondani. És az észak-koreaiak egyébként kire akarnak lőni, ha akarnak? Hát ott van nekik Kína. Valószínűleg nem fognak Kína lőni. Jobbról ott van Japán. Japán se fogják megtámadni. Felettük ott van Oroszország. Tehát hova kísérleteznek? Kit akarnak ezzel megtámadni? Vagy miért keménykednek? Van egy gyakorlat. Az elv az, hogyha nekem van rakétám, és arra tudok atomtöltetet tenni, akkor engem senki nem támad meg, mert félnek tőlem. Most belemeltünk egy elméleti vitába, de ez az alap. A másik, hogy abból indul ki, hogy neki egy vitapartnere van, vele szeretne tárgyalni, kétoldalú tárgyaláson, ez az USA. Erre az USA hivatalosan nem hajlandó, nem hivatalosan, más kérdés.
Tehát az az észak-koreai cél, hogy olyan rakétáim legyenek, amivel az Egyesült Államok szárazföldi területét papíron el tudom érni, mert ettől kezdve biztos, hogy engem nem ért támadás. Na most, hogy ez egy jó logika, nem, az egy más kérdés. Teljesen nyilvánvaló, hogy a koreai kérdést megtárgyalja egymással napi 24 órába az Egyesült Államok és Kína. Nyilvánvaló, hogy Kína mindenről értesíti az USA-t, mert nincs szüksége egy ilyen idióta észak-koreai vezetésre. De nem akarja azt, hogy az USA lerohanja Észak-Koreát, és neki a határainál megjelenjék egy olyan USA, amelyik egyértelműen globálisan főellenségként Kínára tekint. Na, Zsül, ezt mond vissza. Kikivel van, kikit nem támad meg, kikit fog megtámadni. Tessék, nem tudom, emlékeztek rá, annak idején a szocializmus időszakában voltak közmondások, hogy olyan békeharc lesz, hogy kőkövön nem marad. Ez is igaz. Akkor volt egy olyan mondás, hogy inkább egy rakéta a tanyámon, mint egy orosz az anyámon. Tehát ezek a nagy dumák voltak. Akkor mennyivel jobbak voltak a kreatívak, mint mostanság. Tulajdonképpen Kim Jong-un ebben lubickol ebben a szerepben. Imádja. Azt lehet látni, hogy ilyen tét nélkül csinálja ezt a robbantós dolgot is, mert ugye pontosan az van, amit te elmondtál, tanár úr, hogy mindenki néz körbe, hogy akkor most ide lősz, oda lősz, veled vagyok, nem vagyok veled. Ugye ezt ki lehet használni hosszú távon, ezt a helyzetet? Ki is használja. Én mindig elmondom, hogy annak idején volt a Frigyes Vilmos, a porosz uralkodó, aki azt mondta, hogy minden országnak van egy hadserege, kivéve Poroszországot, ahol a hadseregnek van egy állama. Ugyanez igaz Észak-Koreára. Mi a szépségében, hogy a porosz hadsereg annak idején a világ legjobb hadserege volt. Az észak-koreai hadsereg egy mennyiségi hadsereg. Elképesztő számú tüzérséggel, harckocsival, stb., de ez nem minőségi hadsereg. Tehát Dél-Korea minőségben tudja ellensúlyozni, főleg amerikai és nyugati segítséggel, de az atomfegyverek ellen föllépni kőkemény. Tehát ha ez az idióta észak-koreai vezető egyszer komolyan elindítja az atomtölteteket, akkor a Távol-Keleten kőkövön nem marad. Neki nyilván fő ellensége, ha lehet ilyet mondani, az USA, Japán és Dél-Korea. De ugye melyikre céloz? A fő probléma az, hogy Észak-Koreában rendkívül nehéz a hírszerzés. A követségeket éjjel-nappal követik, figyelik, nincsenek pontos információi se a japánoknak, se a dél-koreaknak, se az amerikaiaknak. Honnan van infónk? Ha valaki megszökik, de aki megszökik, annak a tudása hetek, hónapok alatt elavul. Tehát nagyon nehéz az észak-koreai helyzet. Én egyet hagyd mondjak, az a vezetés, amelyik most föláll is, lelkesen, könnyes szemmel tapsol a vezetőnek, ha nem, akkor kivégzik. Abba persze, hogy ezt a vezetést megbuktatták, el fogja mondani, hogy gyerekkora óta ellenálló volt. Ugyanezt már végigéltük Kelet-Európában és a volt NDK-ban. Tényleg abban az esetben, hogy mondjuk olyan nehezen megmagyarázható baleset következne be, hogy mondjuk Kim Jong-un elcsúszna a fürdőszobájában és kapna a 20 golyót a fejébe, illetve még a kis kukiát is a szájába gyömöszölnék, akkor lenne valaki, aki a helybe léphetne? Hát aki ezt a pucsot megcsinálná, azt feltételezem, hogy olyan támogatottsággal rendelkezne valahol, vagy a hadsereg részéről, vagy kívülről, hogy azonnal a helyére lépne, és megpróbálna színre lépni. De mi van, ha ez nem pucs, hanem mondjuk a Delta Force, vagy esetleg valaki más? Ha a Delta Force vagy valaki, akkor amit ti mondtok, az a technikai rész. A politikai, stratégiai rész, hogy valakit a helyére kell állítani, mert egyébként elcsúszik, meghal, és a helyére lép egy 3 éves másik idióta. Én egyébként az atomrobbantásokat se értem, ez hogy van, hogy csak oda a tengerből, de beledobnak egy ilyen töltetet, nem, és akkor az ott úgy fölrobban? Milyen robbantották föl, tehát ez föld alatti atomkísérlet volt, elvileg ezt a világon le van tiltva. Na most az ENSZ tiltakozott. Én ilyenkor mindig elmondom, hogy megőrülök, azt hiszi az ENSZ, hogy Észak-Koreát érdekli, hogy ő tiltakozik. Nekem az egész ENSZ szerepe rendkívül fura. Tehát mondok egy nagyon rossz példát. Ma Ban Ki-moon most a riói olimpia előtt bejelentette, hogy amíg az olimpia tart, úgy, mint az ókorban legyen béke. Senki észre se vette. Háborúk ugyanúgy folytak tovább. Tehát az, hogy az ENSZ most hozott a 547. komoly határozatát Észak-Korea ellen, ez arra jó, hogy a sajtó lehozza, semmiféle hatása nincs. Csináljunk embargót ellene, oké? De hát 3 országgal kereskedik, döntően Dél-Koreával, amelyik rettek tőle, Japánnal, amelyik szeretné megúszni atomfegyver nélkül, elnézést kérek, és Oroszországgal. Az oroszokkal egy teljesen más jellegű kapcsolat van. Bocsánatot kérek, kiemelt partner Kína. Kína mindig figyelni fog arra, hogy Észak-Koreában az történjék, ami alapvető kínai érdeket nem sért. Tehát az ENSZ határozatoknak a legkisebb súlya sincs a valóságban. Itt kezdődnek a problémák. Nincs, aki betartassa, nincs, aki elfogadja. Na, tanár úr.
Sűrű volt, mint mindig. Megpróbáljuk megemészteni. Köszönjük szépen. Irány a fjordok. Már csinálom. Szevasztok. Köszönjük. Tanár úr, köszönjük szépen. Dográdi Györgynek, köszönjük szépen. Na, Zsül? Hírek alatt felelsz belőle, úgyhogy gondold át, hogy hallottás, szövegértés alapján jegyzeted le, és mondd vissza, hogy hány méteren, hány kilótonna, nézzük, de nem minden. fél nyolc múlt pontosan. 5 perccel jövünk Ákos hírei után, ha valaki játszana velünk, írjon SMS-t, jó? Mert egy bitmondórával folytatjuk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük. Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 3:48 múlt pontosan, 2 perccel hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk. Vannak friss közlekedési híreink, nagy a dugó az M1-esen és az M7-esen befelé vezető oldalon, valamint lerobbantam, már nem én, hanem írja a hallgató, lerobbantam az 51-es úton a Kolagyár előtt, 4 éves lányom alszik a kocsiban. Na várjál, akkor őket gyorsan hívjuk föl őket. Azt mondja, hogy az 51-es úton a Kolagyár előtt 4 éves kislányom alszik a kocsiban, veszélyes helyen vagyunk, valaki segítsen. Mi a fölhívunk és elmondod pontosan, hogy hol vagy. Jó? Lerobbant az autó. Így van. Itt van a szám. Jó, az M5-ösnél balesetnél koccanás a sor közepe környékén a belsősávban. Ott is helyszínelnek, ezt Olivér küldte nekünk. Köszönjük szépen. Szújoz Oli a Klassz FM-en, jaj, ebből baj lesz, ír egy hallgató. Csak a reklámban. Csak mi a reklámban. Szóltunk neki előre. Na, mindjárt felhívjuk a hallgatónkat, hogy tudunk-e neki segíteni, vagy miben tudunk segíteni. Igen. Hello Balázs, jó reggel, szia. Sziasztok. Morning Show, hello. Az 51-es úton vagy a Kólagyár előtt? Igen. És mi történt? Fogalmam nincs, egyszer csak megállt az autó, éppen hogy csak félre tudtam így húzódni, mert itt száguldoznak mellettem a kamionok. Atyaisten. És a 4 éves kislányod ott alszik a kocsiban? Tessék? A 4 éves, ott van a lányod a kocsiban? Igen, itt alszik hátul az autóba szegénykém. Óvodába vittem volna. Atyaisten, mit csinál az autó? Ez megállt? Tehát valamit a műszerfal jelez, világít valami, ég valami lámpa, semmi? Az akkumulátor jelzője villant ki. Aha, de nincs töltés. Nem tudom, hogy mi lehet a probléma, de most jött egy fiatal ember, itt megállt. Na, megállt próbál nekem segíteni. Igen. Jó, oké, írjál még, ha tudunk valamit segíteni, jó? Akkor bemondtuk, hogy vigyázzanak. Jó, nagyon szépen köszönöm. Vigyázzanak rátok, jó? Minél előbb húzódjatok le, minél jobban. Azt mindenképpen érdekel, hogy a srác tudott-e segíteni, mert akkor rajta leszünk az ügyen, és akkor próbálunk meg oda irányítani valakit a hallgatóink közül, mert nagyon jó feje. Igen, írd, hogy mi van, jó? Rendben, okay. Köszönöm szépen. Kitartás, ciao. Sziasztok. Hello. De rendes már. Igen, azt tudom, az 51-es után rengeteg kamion, az nem egy szerencsés. Nem egy szerencsés. Igen. Na, azt mondja, hogy játszunk akkor, jó? Itt van a játékosunk, már is, ha minden igaz. A kérdés, mit mond Dóra? Visszafelé beszélünk. Ülészem, élet a szív. Aki kérdez... Sziasztok, Dóra vagyok, találjátok ki, mint mondok visszafelé. Aki válaszol... Jó reggelt, hello! Szevasz Balázs, áldás, békesség, Jani, Feri, jók legyetek, hogy vagytok? Szia, mi van, mesélj! Meg vagy véve. A mindenit, ez hatásos belépő. Gyuri, hello, ciao. Mi újság? Semmi, kint vagyok, dolgozok, legeltetem a birkákat. Ó, kint vagy a legelőn. Igen. Hány ország van? Hát, na, 370 darab. És mennyivel indultál? 500-an. 500-an csak éjjesek voltunk. Igen. Nem az enyém a jószág. Aha. És milyen jószág? Mi van kint? Birka. Aha, merre vagy? Fönt, Balatonendréden. Balatonendréden legelteted a birkákat. És akkor meddig vagy kint? Egész hétre kimész? Vagy reggel kijössz, este visszamész? Hogy van ez? Hát úgy van, hogy én 6 órakor elindulok velük, aztán 11 óra körül, mikor ilyen meleg van, akkor eldelelnek, és akkor délután 4 órakor elindulok, és akkor még besötétedik addig. Aha. Az eldelelnek, az mit jelent? Segíts egy kicsit, olyan jól hangzik, hogy letelepednek valahova? Igen, van egy ilyen kis árnyékos hely, oda befekszenek, akkor elkérődzik a jószág, aztán... Sziesta! Te ugye? Is hújsz egyet ilyen ilyenkor, jó. Alszol egy picit az árnyékban. Így, ahogy mondod. De jó, és hogy hallgatsz minket, vagy mind hallgatsz minket?
Hát rádión, hát fölös, tehát... Na de figyelj, telefonon keresztül, vagy van egy kis rádió, de egy régi szokol, hát persze, hogy rádió, hát máson nem... Egy régi kis rádió, hát a telefonom az olyan öreg, hogy... Szerintem Ferenc Jóska tizedes volt, mikor ezt kiadtál. De jó fej vagy, és viszel egy kis rádiót magaddal, és azon szólunk. Így, így. De helyes vagy. Sajában szigetelőző szalagozva két lapos elem? Nem, nálam van mindig egy ilyen tízes csomag. Ez komoly. Tényleg? Van nálad egy ilyen elem csomag. Aha. Igen. De jó. És tök egyedül? Egész héten? Tehát reggel kimész, este visszamész, másnap megint? Hát azért ez egy magányos meló, nem? Miért magányos? Hát titeket hallgatlak, Balázs. Na jó, oké. Okay. Hát jó, az ember végse tud senkivel beszélgetni. Ezért társas magány. Nem tud szólni. Igen. Hát azért ezt, erre születni kell. Hát azért ezt nem bírja mindenki. Balázs, azért 25 000 forintot eltelefonálok ám havonta. Szóval... Na, annyira nem vagyok magányos. Ja, na, pont ezért, mert magányos vagy, azért telefonálsz annyit. Igen. És kit hívsz föl ilyenkor, vagy kivel beszélsz? Hát a volt kollégákat, barátokat. Mi mit csináltál előtte, mielőtt pásztor lettél? Hát én voltam minden, csak akasztott ember, nem. Tényleg? Hát igen. És most mióta pásztorkodsz, vagy mióta vagy kint a legelőn? 8 éve. 8 éve, hát akkor most azért viszonylag megálltál ennél. Igen. És előtte? Hát előtte én dolgoztam a Szűszértnél, mert ugye én pécsi vagyok, csak eljöttem már 16 éve Pécsről. Dolgoztam a Szűszértnél, a Vágóhidon, meg Kendergyárba, szóval... Akkor sok helyen, sok helyen voltam. A Vágóhidon, a másik oldalról álltál át, akkor az állatok oldalon. Hát álltál az állatok szeretetére, igen, a másik oldalon. Igen. Kutyád van. Hogyne lenne, kettő. Kis pumik, pulik milyenek? Hát egy ilyen pumikeverék, meg egy ilyen... Valami Budi, más. Segítek már! Tök hasonló beszélgetésünk volt egy juhásszal nem olyan régen, az nem te voltál. Nem. Én még soha nem tudtam veletek beszélni, most nagyon örülök, hogy... Rémlik egy beszélgetés, megkérdeztük, hány állata van, milyen kutyával terel. Emlékeztek? Pár hónap előtt. Volt egy ugyanilyen beszélgetésünk. Hallottam. Picit utáltad is érte. Hogy nem te vagy. Hogy nem te vagy. Azt kérdezi egy hallgató, mennyi birkád van, nem tudom őket megszámolni, mert mindig elalszom. Na jó, és akkor mit csinál? Hol vannak most az állatok éppen? Vonultok valahova, mentek? Hát legelnek, igen, fönn vagyok itt az Endrédi tetőn. Én nem hallom a hangjukat, meg olyan nincs kolomb, nem mugat a kutya. Van kolom, csak nem olyan közel vagyok a birkához. De arrébb jöttél. Na figyelj, mit szeretnél? Állatunk, országunk, híres emberünk. Mindenünk van, tárgyunk, szólásmondás, amit akarsz. Legyen állatunk. Legyen állat. Jó, oké, legyen állat. Hát az neked menni fog, hát állatok között vagy egy csomót, úgyhogy te ismered is az állatokat. Óra indult, figyelj. Ol kis iziv. Micsoda? Ol kis iziv. Ol kis iziv. Van ilyen állat, igen, ez nem. Nem rossz, tulajdonképpen ez az eleje meg a vége, de közte van még valami. A víz az... Vizsikó! Boldogság, jóság, erőség! De a vízilót is szerettem egyébként, vagy a vízilóval, tehát az is jó volt, de a vízisikló azért az ez egy fokkal jobb, igen. Igen. Vízisikló, jól van. Jól van. Nagyon örülök, hogy beszélhettünk. Hát Gyuri, mi örülünk, élmény volt. Hát a juhásszal az ember azért ritkán beszél, aki hajt 300 valahány birkát ott vagy a legelőn, hát ilyen azért ritkán van. Szép hát napot neked, Gyurikám. Küldjük az ajándékcsomagot, jó? Majd adj meg valami címet, hogy hova küldjük. Majd írtok még? De nem, még annak majd fölírjuk, hogy megbeszéltek mindent adáson kívül. Jó, nagyon szépen köszönöm. Áldás, békesség! Viszont! Szevasz! Sziasztok! Hello! Hello! Mint már karácsony lenne, nem? Az, békeg, boldogság, erő. Karácsonyi hangulatom van, igen. M7-esen Nagykanizsa felé a 171-es kilométernél nagyméretű műanyag tárgy a belső sávban. Aztán valaki írta a hallgatónak, akit az előbb felhívtunk, mert bajban majd vegyek ki a kislányt az autóból, és keresem biztonságos helyet, Beti, köszi, hogy elküldted. Rákóczi ír, elesett, írjátok meg, hogy mi lehet, kérdezi Alfonzó, vagy írja Alfonzó, írjátok meg tényleg, hogy melyik oldalon. De van valami, miért kell a lánymenysít közepén leállni egy autóval, telefonálgatni és feltartani a forgalmat? Most már csak azt írjátok meg, hogy ez melyik irányba van, tudjuk hát segíteni. Hát bajban van. Hát nyilván segítséget hív. Igen. Tehát igen. Valószínűleg az anyukájával beszélget, hogy mit főztél, mama. Maradt-e valami, a hétvégi mágia rakásból? Igen, várjál, nagyon bereg a motor, leállítom. M5 Budapest felé 46-os kilométernél szarvas bikát ütöttek az autópályán, Bence, köszi, hogy elküldted, erről beszéltünk reggel, és valaki azt írja, hogy elszakadt az ég
PC vagy a generátor elszállt. Igen, hát ilyen töltés hibát. Így van. 4 perc, pontosan 8 óra jönnek a hírek, aztán jövünk a hírek után. Utazás közben, otthon, a munkahelyen, a bevásárlóközpontban a Klassz FM szól. Kérjük, ha megkérdezik, mondja el, a Klassz FM-et hallgatja. Köszönjük! Klassz! Csak slágerek, Klassz FM, a rádió. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeink és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra múlt, pontosan 11 perccel. Háló mindenkinek, jó reggelt kívánunk, itt vagyunk. Marad a jó idő egész héten, yes! úgyhogy nem lehet okunk panaszra. Az indián nyár kitesz magáért, és még szombaton is 23-24 fokot mondanak. Fokozatosan hűl az idő, de csak 1-2 fokot vesztünk naponta, úgyhogy a hét elején 30, a hétvégén pedig 23-24. Gyönyörű idő van. Gyönyörű idő van egész héten. Mi van a karácsonyozással? Kérdez egy hallgató, ez egy jó kérdés. Nincs elfelejtve. Kérem? Azt mondta, hogy elfelejtve? Benne voltak a megfelelő betűk, amik ahhoz kellene, hogy azt mondjam, hogy nincsen elfelejtve. Akkor valami minden rendben van. Akkor valahogy értettem. Valamit értettem. Hát még valami a húzás sincs meg. Hú, tudom, most ezt láttam az arcomat, hogy túl vagyunk rajta. Húz egyet, húz. Én húztam, gyerekek, úgyhogy a részem nem megmondjuk. Nem az ott, hogy csütörtökön karácsonyozunk, valamit ígértünk. Én csütörtökre rendeltem meg a beigliket. Csütörtökön van ilyen a beigli? Hát akkor csütörtökön. Ilyenek lesznek. Nekik is fura volt egyébként. Nosztalgia cukiba rendeltem meg, és ők is mondták, hogy hú, szeptemberben ők soha nem csinálták. De gesztenyés is legyen. Az lesz. Jó, az Mákos Díjus gesztenyés, na, a legklasszikusabb. A gesztenyés, azt nagyon szeretjük. Én a cuccságokkal nem foglalkozom, most ugye marcipálos, meg ilyenekkel, meg szílevás, meg hagyjám. Jó, ne, sima hagyományos, sima hagyományos. Mákos Díjus gesztenyés. Na, azt mondja, hogy mit mondok, mit akarok mondani ezzel. Azt akarom mondani, hogy megoldódott a hallgatónk bajam. Ugye Timi volt az 51-es úton, aki 4 éves kislányával lerobbant, ráadásul egy meglehetősen veszélyes útszakaszon, de rendben van. Jól van, úgyhogy onnan beszélt Timivel, sikerült elhárítani a műszaki problémát. Egy fiatal srác be tudta indítani a kocsit, úgyhogy reméljük, Timi eljut oda, ahova. Szeretnék köszönjük szépen hallgatóinak, hogy ilyen gyorsan reagáltak erre, és segítettetek megoldani. Hogyha a srác a hallgatóink közé tartozik, akkor írja meg a címét, és akkor dobunk neki egy ajándékcsomagot. És írja meg, mi volt az autóval? Be így van. Várjál már, Anna már intézett van, már jön. Igen? Na? Valami ráncolja a szemöldökében. Mondd. Tedd helyre. Ne mondjál be, Jani, hát 87 ember fog írni, hogy ő segített, és honnan tudom ellenőrizni, hogy ki ő, hiszen hát beindította a kocsit, ment tovább a dolgára. A Timitől még infót se tudok szerezni. Most írnak 75-en. Én voltam, fél, mindjárt az esemes. Én voltam. Én segítettem. Hogy ellenőrzöm le? Én vagyok a biztos, ha jó megfejtő. Én voltam a segítőgész. Nem ő volt, én voltam. Nem küldjük senki. Kinek 75-en érnek, abból 74 hazudik. Na, Anna, egy nagyon szép feladat vár rád ma délig. Köszönöm, nem érek rá sajnos. Igen. Én segítettem, tuti én voltam, higgyetek nekem küldjetek, srácok. Most azt kell mondani, hogy én nem én voltam, nem hiszitek el, persze, hogy én voltam. Mindjárt jönnek az esetek. Még mindig ahogy visszaraktam az egyik. Látod a mobiltelefonomon a nyomogó bombokat, olajos a kezem. Nem, tök cuki vagy, Jani, de hát ez kivitelezhetetlen. Timi se tudja, ki volt, egy kedves fiatal ember, beindította a kocsit és mentek dolgukra. Jó, hát akkor köszönjük szépen. Vannak rendes emberek. Kérlek, figyelmeztessetek mindenkit az M7-esen a kötelező jobbra tartás miatt. Megtettük, akkor mindenki figyelmeztet. Van nagy körülés, a Siófok szervmentes, ott nyugodtan lehet haladni, és a lánymennyi zsidó hatalmas dugó van, fél órája nem jutunk át Budára, Kiti Cica is elküldte nekünk, ott lerobbant egy autó, ez az oka, hogy egy picit lassabban tudtok haladni. Szentendrei úton kifelé az Aquincumi Múzeum előtt mérnek a fakabátok egy mobil óriás plakát mögé bújva, valamint 3-as főút M0-as csomópont Kistarcsa felől beállt, a Szeged felé kanyarodó sávban két autó és két teherkocsi áll, valószínű összekoccantak. Moritz Bak csomópont 25-30 perc a 61-es pótlóbusszal, holnaptól inkább tényleg pókjárásban megyek munkába. Átvették tőled ezt. Lehet, hogy jobb járásban. Ördög szekérben vagy pókjárásban. Én nem voltam. Én voltam. Nem én voltam, ne küldjetek. Nem én voltam, de küldjetek az ajándékcsomagot. Én voltam. Nekem küldjetek. Jönnek már is az üzenetek.
Holnaptól ismét országos akció van, csak szólok nem már. A rendőrség nem bír magával. Miért nem hagynak már minket békén? Hát figyelj, nem tudom, még itt érzik már ők is, hogy karácsonyra még össze kell kaparni valamit a kincstárba. Augusztusban negyedéves terve teljesíteni kell. Biztonsági övellenőrzés van. Gyermekbiztonsági felszerelések ellenőrzése. Igen. Jó. Mert tovább. És ami a legérdekesebb, hogy a motorosok bukós isakját ellenőrzik. Az, hogy rajtad van, vagy nincs, hát azért hát, az látszik. Nyilván nem az, hogy megkopogtatják. Igen. Tük, ez bukós isak, nem, ez a feje. Ez akkor most el kell büntetni. Oda nézik, hogy van-e rajtad. A járdaszegélyez oda csapják kétszer. Nézik, hogy van-e rajtad bukós isak, persze. Hát de mindenki van, mert szerintem nem, senki nem vitézkedik azzal, hogy sisak nélkül nyomja. Ami ilyen bográcsot hajtanak a fejükre, és akkor az igen. Na, mondd, akartál mondani. Csak azt akartam mondani, hát ugye nagyon jól tudjuk sajnos, hogy ugye közeledik a GOD, a Game Over Day november 19-én, és hát ilyenkor mindenben belekapaszkodik az ember, és hát kínomban fölmentem egy oldalra, ahol mindenféle ilyen asztrológiai jegyeknek megfelelően jövőt jósolnak, micsoda? Meg jelent meg ilyesmi. Azt tehát, hogy jósoltattál magadnak? Hát, de csak itt megnéztem hogy mire lehet számítani abban az időszakban, egy bikának, mert hogy ugye én az vagyok. Várj, tehát ez havi bika jegyet nézett, vagy konkrétan igen, a tiédmást? Igen, most az van, hogy most nem fogjátok kitalálni, hogy belépett a Fortuna Majorra, nagy szerencse bolygó Jupiter a mérlegbe, ami szerencsét és bőséget hozhat, úgyhogy itt már meg is nyugodtam, mert egy 12 év múlva fog újra bekövetkezni ez a dolog, nem sűrűn fordul elő. És látszok, hogy nem tudom veletek mi lesz, meg hogy lesz, de én már azt gondolom, hogy megvagyok. Jupiter a bikáknak a munkahelyi hangulat szempontjából a lehető legszuperebb hír. Ezzel béke és jobb együttműködési készség költözik be jövő őszig. Szerencsések lesznek, ha van munkájuk, és akkor is, ha munkát keresnek. Ráadásul a kollégák joviálisak és segítőkészek lesznek a bikákkal, erről is köszönöm szépen nektek. Az egészségügyük szempontjából szerencsés év következik, ha betegeskednek, akkor a gyógyulás biztosabb lehető. Ha ma egészségesek, akkor ez így is marad. Persze nem árt továbbra is egészséges életmódra törekedniük. Nem is ez a lényeg, oké, egészséges maradok, de munkakeresés számomra, mint olyan, gyakorlatilag ki van pipálva. Hát várjál, mondjuk egy évig jövő őszig vagy meg. Na, hát jó, de akkor aggódni. De miből gondolt, ki van pipálva? Tehát, hogy nem, hogy könnyen fogsz munkát találni? Arra gondolsz? Ezt írtam? Igen. És ebben nagy segítségem lesztek ti is. A kollégák. Jó, de akkor már ketten vagyunk, mert én is bika vagyok. Ugye mi vagyunk a két májusi, tehát ez akkor rám is érvényes. Igen, nézzünk Balázsra. Hogy nekem kell munkát találnom, és akkor nem kell titeket. Hát más kolléga nem marad, hiszen... Igen, értem. Ugye mi ketten vagyunk a szerencsések, a két bika. Nekünk megírták, hogy nekünk jó. Vagy ha te kiestél, akkor Zsül. Hát akkor találjátok ki munkát, és szóljatok nekem. Hát akkor... De, te szólsz nekünk, azt írta a passzus, hát most érted. Nem azt írja, hogy mit találunk, hanem... De mi célból mentél föl ezen a oldalakra? Tehát tényleg megnézted a kíváncsiságból, hogy mit írok november után? Tényleg ezeket az oldalakat böngészed már, hogy vajon mi lesz? Mennyire lesz eset szerencsés álláskeresésben, munkában, anyagiakban? Na várjál csak, mi vagy te? Melyik jegy? Én rák vagyok. Azt mondja, hogy... De ez hol írja meg előre? Hát ez mindig egy hónapra ad előrejelzés. De az van, hogy most ugye ez a bolygó belép, ugye Jupiter belép a mérlegbe. Azt ez így, ez az nagyon ritkán belép. Fordul. Azt mondja, hogy... Ritkán van ilyen, hogy Jupiter belép a mérlegbe. Rák, azt mondja, hogy ti sajnos jó rák úrta. Ja, nem? A rákoknak mindennél előrébb való a család, az otthon. Pont erre a területre hat kedvezően a Jupiter szeptember 9-től jövő október 10-éig. Otthon fog szülni a gyerekekkel. Na, te francban tényleg, ahol mégiscsak a Zsül keres nekünk munkát. Zsül, ha szólnak, szóljál. Akkor nem felejtsétek el, én otthon fogok partedlit posni, meg cumis üveget, meg gyereket és iskolába vinni. És most jön az igazán jó hír. Igen? Ez azt jelenti, hogy gyarapodni fog a család. De a nagy szart fog gyarapodni a család. Jó, de van egy... Érika, a harmadik. A nagy szart fog gyarapodni a család. Van egy másik opció, annak szerintem örülni fogsz. Mert hát nagyobb ingatlan, új garázskapu. Vagy persze egy ikorgásmentes garázskapu. Milyen jó ez a horoszkóp, ez nagyon tudja. Vagy nagyobb ingatlanba költözhetnek. A család gyarapodása többféleképpen történhet. Születhet baba. Ez felejtős. Hozzájuk költözhet valaki. Feri és én. Ti megjöttök hozzám, ebbe benne vagyok. Okay. Egyik rokonuknak párja akad, stb. Ezek jó hírek, mégsem biztos, hogy elsőre lelkesedni fognak.
Ingatlan ügyekben tágasabb, méltóbb otthon lehetősége adódhat. De nem akarok, jól érzed magam, én nem akarok költözni. De én most hallottam, hogy Edeni Vajnáik árulják a kéri. A Gellért egy oldalába. Na, hát egész, ezért nem érted, mégiscsak azért. Az mondjuk nem egy rossz váltás. De jó lenne, basszus, hogy egyszer... Azért begyűjtött ez a november nagyon hozzád, hogy azért ezeket olvasod. Szóval... Kinek nem. De. Már ilyen jós oldalakra mész fel, meg horoszkóp oldalakra, nem? Én, valamiben bízni kell. Én annyira örülnék neki, hogyha tényleg csak így picit lehetne ezekben hinni. A lottót vettél? Nem mindig veszek. Ja, mert azért az is egy mencsvár ilyenkor. Eddig nem jött be, akkor most nem veszek, akkor meg még persze. A Jupiter, amiben van? A mérlegben. Belépett a mérlegben. Na jó. Uh-huh. Jó van. Hát akkor egyelőre én szívok, úgy néz ki. Nincs nem, munka, de most egyelőre nincs munka, és jön a gyerek. Később nagyon fog. Igen, tehát ezt most még nem értem, de akkor nincs munka, és teres lesz a Viki. Csodálatos. Aha, na. Csodálatos. És? Csodálatos. Anyósodik oda költöznek, mert azt írta, hogy valamelyik. Na, én azt gondolom, meg is vagyok. Valamelyik családtagnak ott helyen állatunk. Meg is vagyok, igen. Na jó van. Oké. Egy nagyon érdekes autóhirdetésre bukkantunk. Ugye hát megszokhattuk már, hogy az utóbbi években jönnek az egymást érintő viccesebb, viccesebb autóhirdetések. Mindenki mókás módon próbál megszabadulni az autójától. És ez egy kislány adta föl, aki nem is annyira kislány. Annyit írt egy autóhirdetésre címként, hogy vegyétek meg apám autóját, mert hülye volt. És annak ellenére, hogy anyám bezzeg, megmondta előre, csak azért, és megvette úgy, hogy közben másik Verda ott dekol a ház előtt. És ír egy baromi hosszú levelet egyébként Réka, mert így hívják a hirdetés feladóját, aki szeretett volna eladni egy Opel Astrát. Nem, bocsánat, egy Fordot. Egy Ford a főszereplő, méghozzá egy fehér kombi Ford, ami itt áll ugye a ház előtt. És hát folytatja a levelet egészen hosszan, nagyon szellemes módon írja le egyébként azt, hogy miért akarja eladni az autót. Csak egy-két idézet a levélből. Ugye úgy indul, hogy vegyétek meg, mert hülye volt, és a másik Verda ott dekkol a ház előtt. Szóval vegyétek meg, mert makulátlan állapotban van, hiszen átvitt értelme anyám fél szemben mindig a fiókban lévő kocsikulcson tanyázik, nehogy véletlenül eszébe is jusson bárkinek használni, azt a nyomorult autót írja egyébként a hirdetés feladója. Szép fehér ránézel és kiég a retinát a gyönyörűségtől. A spontán örömtől pedig felsikolt az nagy ujjal nyomogatható képernyő van rajta, ami németül karacsol. Apám felelősség teljesen bólogat és ész nélkül üti a képernyőt, aki amúgy egy fingot nem beszél németül. Milyen jó családi kapcsolat van. Akkor, mint egy teherszállító hajó, szóval nagyit az egész konyhával együtt lehet szállítani A-ból B-be, kötőtűstől, visszaváltató PET palackokkal, komplet gyógyszeres ládával, és szomszédasszonyi nyugger barátnőkkel együtt. Úgy néz ki belülről, mint a Csiúcsán űrközpontban kilövésre váró űrhajó, szóval nagyon flash. Úgy gyorsul, mint amikor rálépsz a gázra, hirtelen le tudod olvasni a göncöl szekér alvás számát, írja a hirdető. Én nem tudom, megvennék egy ilyen autót egyébként, aki így hirdeti. Ha hívsz és apám hallózik legalább egymás után tízszer, és nem mond semmit, akkor nem azért van, mert nem ma, hanem azért, mert fogalma nincs arról, hogy mikor veszi fel a telefon. Az ő mutatványa nem az, hogy has, hanem legfőképpen zsebbeszélő. Tehát felveszi a fater a fenekével a telefont, és zsebbeszél. 31 éve kezességet vállalok érte, ha nem bízol, akkor gyere házhoz, és ha majd problémád van, de nem lesz, akkor legalább tudom, hol laksz, megtalálkozhatsz. Jó, szerintem erre lehet kimenni, nem? Hát ez izgalmas, érdekes, végre nem az van, hogy 1999-es Ford, valami beletett, mondjuk azt nem tudom, hogy a fater ahogy intézte el, ha ezt a papa is látta, vagy ilyenben vannak ennyire jó hangulatban, vagy ennyire jó kapcsolatban, mert mondjuk én faterként egy picit erre azért megsértődnék, itt ott van benne néhány olyan mondat, de szerintem a hirdetés maga zseni. Igen, na itt van már is a hirdetés feladója, akit elértünk, és el tudja nekünk mondani, hogy miért adta fel ezt a hirdetést. Hello Réka, jó reggel, ciao. Sziasztok, jó reggel. Hello. Szia. Hát figyelj, nagyon szórakoztató a hirdetésed. Kérdés, hogy mennyire lehet így autót eladni? Hogy állsz most az eladással? Hát képzeljétek el, hogy én most nem vagyok otthon Barcelonában, vagyok a barátnőimmel, és pénteken szólt a fater, hogy eljött érte egy űrge, meglátta, beleszeretett, hát nyilván a hirdetésem alapján, és azonnal elvitte, úgyhogy két hét alatt elment. Na de várjál, édesapád tudta, hogy te feladtad ezt a hirdetést, vagy fogalma nem volt, és te ezt ilyen önjáró módon feladtad, hogy menjen el a családi autó? Hát ezt mi előre megbeszéltük, tehát én nem akartam őket megsérteni, és akkor elküldtem nekik, hogy nézzétek, írtam egy ilyet, ugye volt azt hiszem talán egy két hónapja egy ilyen baromi szellemes Opel Astrás hirdetés, és akkor annak alapján gondoltam, hogy én is írnék egy hasonlót, elküldtem nekik, azt mondták, hogy fú, ez tök jó lett, nem sértődött meg se a muter, se a fater,
feladtam, és akkor így elkezdte kirogatni először az e-mailemen, hogy ezt most komolyan gondolom, vagy ez csak vicc, aztán mondtam, hogy nem, abszolút komolyan gondolom, és akkor hívogatta, megnézték a kocsit, és igazából ennyi a története. Ő egy kombi autó, ugye? Egy nagyon gyönyörű fehér kombi autó, ahogy látom. Egy csodálatos. Igen. Fater, beújított a nagy gyűjtögető? Igen, ezt nagyon szereti. Igazából megbeszéltük az elején, hogy kell egy új autót vásárolni, mert ugye az, ami most nekünk van, illetve hogy ez nem, még mindig megvan, az a következő beindításnál szerintem önmegsemmisültetlen állapotban van. Felrobbantja saját magát az autó. Hát nagyjából igen, meg itt tett így nagyon borzalmas esztétikailag is, és akkor meg lett beszélve két típus, hogy miért fog vásárolni. Kiment Németországba, és visszajött egy harmadikkal, és ugye az volt a deal, hogy olyan autót vesz, amiben kevés kilométer van, hát ez a mellékeltában szerint sem nagyon jött össze, meg jó állapotú, ez hála Istennek egyébként sikerült, és akkor édesanyám elkezdett egy ilyen szabadságharcot vinni az autó szabadságáért, hogy ezt azonnal el kell passzolni, mert ez nekünk nem lesz jó, mert ráadásul három kocsi van, és akkor kettő fér csak be a garázsba, és akkor onnantól kezdve ott áll gyakorlatilag, ugye, hát nem tudom, pár hétig, amíg... Ott árválkodott szegényként. Mama volt. Kemény azért, igen. Ugye? Mama a főnök. Hát ő megmondta, ő azért ide legyen egy. És a papa Németországból hozza be az autót. Hát papa milyen flottul intézi ezeket. Igen, ahhoz képest nem beszél fingot, se németül. Vagy valaki behozta neki? Volt azért segítsége, tehát ő csak nézett és bólogatott, ahogyan a navigáció használta közben is fogta, vagy csinálta. Tehát fogalma nincs tulajdonképpen. Fogalma nincs. És nem nagyon beszél németül. Nem, de teste szép volt, meg nagy, meg neki is valószínűleg ez a fehér szín, ez a kedvence. Uh-huh. És most Barcelonában vagy a csajokkal, legyen barátnős kiránduláson? Hát, az autóárát ilyen... most veri el. Az autóárát most iszuk el gyakorlatilag, ez ilyen korlátozottan masszív italozással egybekötött kultúrprogram, ami most kezd el majd csak megvalósulni, tehát egy pár napig azért ilyen vegetációban voltunk. Megtaláltatok egy jó Seatot eladót a környékben. Igen, egyébként az a víz, azt képzeljétek el, hogy pont egy autókereskedés van a házaljában, ahol lakunk, és nagyon gyanúsan néznek már, úgyhogy... Hát én tudják, hogy jó potenciális vásárló vagy. És papa szoború volt, mikor elment az autó egyébként, vagy jól viselte? Nem tudom, igazából csak telefonon beszéltünk egymáshoz, hogy fogalmam sincsen. Hát remélem, hogy azért nem omlottak össze, amíg nem vagyok otthon. De minél ez várnánk ki, gyerek, veszel egy autót, hazamész, és a gyereked eladja, igen. Mert ez a hülye és van. Ráadásul nem. Tehát ez hülye van, az öreg már kicsit. Hülye van, oké, te autó vett egy harmadikat, nagy gyűjtöget. Ilyen tágos, szűkebben emlékeztem. Az és a gyerek meggondolja magát, és eladja az autót. Na de akkor nagy siker volt a hirdetésed, de akkor szerették, nem? Ezek szerint úgy tűnik, én egyébként abszolút nem így szántam, tehát a pont megérkeztem, nem is a múlt hét közepén, és akkor édesanyám küldött egy e-mailt, hogy sztár lettél, és akkor néztem, mondom, úristen, mi ez? És akkor láttam, hogy egyre többen osztották meg, de abszolút nem volt ilyen célunk. Illetve nyilván én egy pár hónap ezelőtt adtam az én kocsimat, és akkor azt így kb. Egy hónap alatt pár százan megnézték, és elkezdte küldeni azt hiszem a Gmail-emre az értesítést az oldal, ahol ugye meghirdettük, hogy mit tudom én, 80 ezeren megnéztük, mondom, atya úr is, és akkor láttam már Facebookon is megosztották, és akkor ugye hát nyilván így azért egyszerűbb volt eladni, meg hát ebből szerintem rohadt sok van, tehát több ezer darab, úgyhogy nem lett volna. Mennyi kilométer volt az autóban, emlékszel, vagy tudod, hogy körülbelül hogy átadó? Hát ilyen 200 fölött, 200 ezer. Aha, papa jól választott, 200 ezer kilométer. Jó, de szép. Nem szép futott autót, azért papa beválasztotta szépen. Na jól van, de legalább okay. német nyelvecskéket tudott venni, úgyhogy... Semmit nem beszél van. Egyébként? Semmit nem beszél? Semmit sem. Hát ilyen alap, ez a járnány... Hát mondjuk ide, én is meg vagyok. Nem rossz, nem rossz. Nagyjából ennyi. Sokat nem beszél. Rio utca alapfok. Igen. Na jó, Márika. Oké, hát örülünk, hogy beszéltünk. Te beleolvastam a hirdetésedbe, egyébként tényleg szellemes. Lehet, hogy tényleg így kell eladni. Sokkal nagyobb esélye van az embernek, mint hogy csak simán fölad egy hirdetést egy kombi autóra. Meddig vagytok Barcelonában? Várjál csak, most milyen nap van? Holnap megyünk haza már. De nem volt egy hosszú túra? Akkor tényleg csak egy ilyen. Nem annyira, de annál kimerítő volt. És először voltál? Hát én már negyedszer a barátnőim most vannak először, úgyhogy én ilyen turistáidat játszottam, de azt is abszolút élveztem. De negyedszer miért ennyire jó, ennyire bejön Barcelona? Tehát ezért? Hogy én, ott hagytál valamit? Én nagyon szeretem. Aha. Nem, én nagyon szeretem. Hát ez van egy találkozom a Gaudival, úgyhogy itt folyamatosan vizslatjuk a várost, meg hát itt főleg az éjszaka életben is azért úgy éldegélünk, úgyhogy... Na jó, van.
Oké, Réka. Csapatépítés. Csapatépítés zajlik. Szakmai életben éldegéltek? Tessék? Rudas polírozol, vagy az éjszakai életben éldegélsz, erre kérdezel a Jani, hogy ez mit jelent. Ettől elhatározom, mert nem tudok válaszolni. Gondolom, hogy bulisztok, nem? Tehát inkább ezt így kell érteni. Igen, meg hát a népet tanítjuk kis grófószámokat énekelni. Úristen, hogy örülhetnek a spanyolok. Jó úton haladom. Atya Isten. Jó, Valéka. Puszi, ciao, hello. Köszönjük, szia, ciao, hello. Hello, hello, de miért vesz a papa egyébként autót, ha van kettő? Mert le akarták cserélni az egyiket, ugye, csak nem erre, tehát hogy a mama megmondta a paramétereket, de a papa úgy érezte, hogy neki van szabadsága, ez kiderült, hogy nincs, és szólt a kilométer miatt, a 200 ezer miatt a mama. Picit megy egyébként a sok 5 éves autóval, azért tettek a németek egy keveset, igen. Jó van, nem sokára jövünk, jön a gólörömjátékunk, aki szeretne velünk is Barcelonába jönni, pont egyezik a dolog, az készüljön, mert hogy 9 óra előtt még elhangzik majd egy kérdés, egy nem túl bonyolult kérdés, ugye Jani? Nem lesz nagyon bonyolult. Nem lesz nehéz, de azért egy picit képbe kell lenni így a Barcelona. A Barszával kapcsolatban? Történésekkel kapcsolatban, így van. Tehát ismerni kell a Barcelonát, mint csapatot, ugye? És a játék lényege, hogy hát kommentátorok lesztek majd, és meg kell a hallgatókat győzni arról, hogy ti vagytok a leginkább. Hát hogy is mondjam, kompetensek a témában, ti vagytok a legjobbak, a legjobb szakkommentátorok. Így van, a hátteret biztosítjuk, tehát arra is megvan a stadion zaj. Megvan a stadion zaj, így van. Úgyhogy csak mondani kell. Hát nem baj, ha egy-két játékos név így legalább stimmel. Ugye? De az bár baj, emlékszünk a tavaszira. Igen, emlékszünk a tavaszira, ott azért ez nem ment mindig flottul, de ez nem baj. De nem kell kifejezetten jónak lenni, meg tényleg egy új gundinak, vagy egy új szújónak lenni. Egyszer csak szórakoztatóan kell egy gólt hát leközvetíteni, ugye úgy, hogy elindul a kapustól akár, vagy a hátétől, eljut a labda a gólvonalig, és be kell lőnötök, illetve pontosabban el kell mondani, hogy mit láttok. Hát ez nem mindenkinek ment a múltkor sem. Már, de az óriás voltak azért szórakoztató pillanat a játéknak. Úgyhogy lehet jelentkezni nem sokára, jön a kérdés, jó? Előtte egy pici hírek, aztán jövünk vissza már is. Open your eyes. Time to wake up now. Kilenc lesz pontosan. Egy perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Na, mit szóltok Harrison Fordhoz, hogy ő csak jön, megy köztünk? Annyira jó fej. Hát láttam róla egy fotót, valami talán étterembe áll egy sráccal, van nála egy üveg bor, és hát mindenki örül a képen, kivéve a srác, aki Ford mellett áll. Igen, egy picit visszafogottabb, de Harrison Ford nagyon örül annak, hogy a sráccal csinálhatott egy képet. Nem helikopterrel repked. Nem sérülkel Harrison Ford, ki az a srác? Nem helikopterrel repked a Four Seasons és Feri egy között. Nem lesötétített, nem tudom, Merci Vito-kkal rohangál a Fóti filmgyár és a Marriott között, hanem bringázik kisorosziban. De várjál, hát nevezem itt vette én a biciklit is. Bemegy egy bringa boltba, ahol nyilván olajosan szerelőd a bringokat. Hello srácok, vennék egy bringát. Jó napot! Vett egy bringát, kitekert kisorosziba, mint egy hétvégi piknik, érted? Rohadjak meg, hogyha magával vissza Amerikába, jelezze már neki valaki, hogy én átveszem fél áron. Jelezzétek, hogy Jani megvenné a bringát. Betér egy fogadóba, meg egyes kis biciklinadrágba, ott megreggelizik. Majd közös fotót készít a fogadó tulajdonosával, engedi, hogy fotózzák, pedig nyilván biztos unja, és éppen arra bringázott, betért, megreggelizett, letekert 15-20 kilométert, áttekert, nem toptam, Szentendéről, Kisorosziba, hát micsoda? Figyeljetek, a leghihetetlenebb ebből a fotózkodás, hogy mindenhonnan van fotó. Így van. Tehát ő mindenütt megengedte a bringaboltban, Kisorosziban, bent a fővárosban két éttermi fotó is van, és mindenki odalépett hozzá, és azt mondta, hogy persze, oké. Hát én azt hittem, hogy egy ekkora sztár már marhára unja. Unod már, hogy állandóan megállítanak, hogy a rántott hús. Tök szimpi, árad belőle jó kedv, az élet szeretete. Hát gondolom, hogy egyébként ugyanúgy azért megkapja magáit az utat, mint ahogy egy magyar kerékpársunk, hogy azért, anyád, én lehúzott meg, köcsök! How are you? Good day! Goodbye! Biztos, hogy nagyon kap, persze, de hát figyeld, ez egyébként élvezi. Na, csak ne az legyen a hír, hogy Magyarországon ütötték Harrison Fordot. A színész Gibson miatt nem tudja folytatni a
film színén. Autópumpával verték meg a világhírűzt. Jaj, ne. Jaj, ne. Ellopták Harrison Ford bringát. Hány motorosnak, mint bringásnak, aki így kerülte meg a földet, és megállt nálunk. Motoros, aki körbe ment a föld körül, és mindenhol megúszta, nem Dél-Amerika, nem tudom, sehol nem rabolták el. Itt a Blahán ellopták a motorját, emlékeztek? Körbe bringázza, mint tudom, az egyenlítőt, Európár, nem tudom. Itt lopták el a bringáját, tehát hogy reméljük Harrison Fordnak nem lesz baja, de nagyon jó arc vagy, egyébként. Vagy én már azt várom, hogy egyébként legyen majd a közeljövőben egy közlemény, amiben az ORFK közli. Munkatársaink körültekintően jártok el, amikor a mocskoszemek hiányomja. 20.000 forint helyszíni bírságra büntették. Harrison Fordot. Harrison? Az intézkedő járőr csak a helyszínen vette észre, hogy nagy halat fogod, de természetesen jól képzett kollégáinak nem jelentett kihívást, és sikeresen megbüntették. A csekk átnyújtása után természetesen közül fotó is készült, és gratuláltak a Indiai Norris, a Vinso Fridlar a fosztogató című filmben, és a Star Wars. Igen, valamint a készülő szárnyas fejvadász 2. Hát akkor hónapok óta itt van. Hónapok óta itt van. Igen. Vagy csak hónapok óta készül a film, és ő most jött, nem olyan rég, az is lehet egyébként, szerintem, hogy a film készül hónapok óta, és ő most, érkezett meg, nem olyan rég, igen. Igen. Na, hát fölhívjunk mindjárt egy pincért, aki találkozott egyébként, illetve pontosabban egy szomeliét, aki találkozott Harrison Forddal, mert hogy ott volt abban a budapesti étteremben, ahol Harrison Ford... Szomeli, ez nem Franciaország? Felhívunk valakit szomeliéből. Igen. De szép hely. Ez egyik híres francia tartományvidékre, de szomeliéből hívunk fel valakit, aki elmondja, hogy viselkedett Harrison Ford. Mert hogy... betért egy budapesti étterembe, és kellemesen megvacsorázott, megkóstolta a borokat, és jól érezte magát. Igen. 8 éve szomelié egyébként, és itt is van velünk Péter. Hello Péter, jó reggelt kívánunk, csáó! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Hello! Na, neked szóltak, vagy te észrevetted, hogy ott van bent az étteremben Harrison Ford, vagy tudtátok, hát nekem hogy előre szóltak. Előre szóltak, hogy érkezik. Igazából meglepett nagyon. Néha ilyenkor félek, hogy mi fog történni, de meglepett. Jó volt, jó volt. Na, mitől félsz, hogy randalírozni kezd az étteremben, vagy pizzával, vagy rukkolával kezd dobálózni? Tehát, hogy mitől fél egy szomelié, amikor jön egy világsztár? Hát, hogy akár olyan kérdéseket, olyan kívánsága van, amit nem nagyon tudunk teljesíteni, és akkor azért egy picit nehéz. De ez teljesen más volt. Volt olyan, aki egyébként megizzasztott benneteket, mint világsztár, és hát, olyan... Volt. Például Bruce Willis. Mit csinált Willis? Na, majd mesélj egy kicsit. Ennyit el lehet róla mondani. Mit csinált? Hát megnézte először a borlapot, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon tetszik, de mondjuk idősebb évjáratok. És akkor a legnagyobb káoszba lefutni a pincébe, keresni, mi van akkor, ha nem tetszik, vagy nem találunk olyat, amit szeretne. Mi azért? Akkor lelő, vagy mi? Hát semmilyen. Igen, de sikerült, és balhézott, amikor nem volt meg, vagy sikerült Willis kiszolgálni? Nem balhézott. De hogy oldottátok meg az évszámláról, de értettük egy i-et? Nem, felállítottunk neki egy egész sort, 10 különböző bort, 8 különböző bort, és akkor abból került tovább. Ez nagyon jó. Na, ehhez képest Harrison Ford milyen volt? Harrison Fordnak elkészítettünk 4-et, és akkor a végén abból egy mátrai pörös borra szavaztunk, és pont azért, mert szerintem Villány, Szekszárd, ezek azok a borvidékek, ahonnan úgy is fog kóstolni meg. Mátra az kicsit olyan, ami úgy érzem, hogy lehet, hogy az egyetlen étterem lesz, ahol pont azt ajánlom. Szóval kísérleteztetek az öregen egy picit. Igen. És kocaivó vagy azért drinker rendesen? Nagyon visszafogott volt. Visszafogott volt? Eljátszott a szakértőt? Féjfelé tartott hoár. A déli lejtők, a fahé és a szegfűszeg megjöttek. Jön a füge. Nem, az nagyon tetszett, amikor így megkóstolt, és így a szememben nézett, akkor így láttam, hogy ez most lehet, hogy így betalált. És akkor most kértek még egy palackkal, akkor azt mondtam, hogy na, akkor ez most így jól sikerült. Igen, ha második palackot kikéri, akkor nem alibizik, mert elsőre lehet, hogy udvar, és nagyon finom. És hát, vagy függő. Ez lehet, hogy mindegy, hozzon még egyet. Kivel volt egyébként az étteremben, egyedül vacsorázott? Nem, 8-an voltak, egy nagyobb társaság, hát azok közül senkit nem ismertem, ami a legjobb volt, hogy mikor bejött a külön termünkbe, és akkor azzal kezdte, hogy bemutatkozott. Vagyis először megkérdezte, hogy hívnak, mondtam a nevem, és akkor ő bemutatkozott, hogy akkor Harrison Ford. Harrison Ford,
Honnan is? Ha, és nem volt vele egy ilyen csukjás fickó, egy ilyen őszhajó, meg egy fiatal kölyök. Hát ők kint vártak az ételem, az ők kint vártak. Persze, nem volt egy nagy szűrő. Igen, egy kicsi droid, meg egy fura csávó, aki fénykardozik. Nem láttál ilyeneket? Aztán volt valami kis összetűzés, egy rovarfejű csávó, valaki valami jobbáról, akinek tartozik állítólag ez a csávó. De nem merted neki bemondani, hogy imádtalak a Star Trekbe. Nem mertél ilyet mondani, nem? Tehát ugye ilyenkor az ember szemmel szaval eláll azért az ilyet bemondani. Jó, Mr. Harrison Ford, hát imádtam a Star Trek, óriási volt a kedvenc. Nekem is Sierra-m van. Azt nem tudom, hogy láttátok-e, hogy amit kaptunk egy autogramot, azon mi volt. My new best friend. Ez letélte, tehát ezt írta. Igen. De jó, ez jó felség. Ki fizetett? Ő adja ilyenkor a lóvét, vagy van erre egy külön ember? A Nemzeti Film Alap. Az ő kártyáját húztuk egyből. És nagyon jó fej volt, mert hát nem nagyon értette ezt a sok nullát. Tehát, hogy ők dollárba számolnak, és akkor hát nem értette, hogy akkor most hova kell ide pontot tenni. És utána a végén azért csak sikerült, így hárman összehozták, hogy akkor most ez forint. Jó volt, azt azért úgy élvezik. Harrison Ford bankkártyáját húzod le. Óriási. Adott jattot? Tényleg fizetett rendes volt, adott boravalót? Igen. De bőkezű volt, vagy annyi boravalót adott, mint egy átlagos magyar vendég? Nagyon bőkezű volt. Bőkezű volt. A fogyasztáshoz képest 20-30%? Vagy mennyi adott? Erről most nem beszél. Hát körülbelül, hát az sem rendileg. Csak hogy mennyivel volt több, mint egy átlagos 10%? Ha azt mondod, hogy már fölmondtál, annyival volt több, akkor értjük, hogy bőkezű volt. Háromszor. Hát na, akkor valóban bőkezű volt. És volt ilyen, hogy megitta a mátrét, és elkezdett üvöltözni, hogy csubi hipersebességre kapcsolunk. És drummogott nagyon, de nem volt semmilyen, nem csinált. Nem csinált. Húzogatott ott egy ilyen kamugászkart, nem volt ilyen. És hogy lehet, hogy furcsa a sok nullát? Nem taxival jött a reptérről? Ott már ezt hozzá kellett szoknia. Na jó, de akkor normális volt, helyes volt. Egyébként róla ezt gondolná az ember, hogy semmi sztáralűr, helyes, közvetlen, és hát nagyon, nagyon cuki. Hát meg a feleségét otthon hagyta. Miért ne legyen boldog? Ami hihetetlen, hogy az emberek azt gondolnak, hogy ezek a sztárok, hogyha eljönnek étterembe, akkor fú, mennyire nehéz velük. De szerencsénk van, nagyon sok hasonló kaliberű vendéget dolgáltunk itt, tehát Russell Crowe, Jeremy Irons, Sullivan, nagyon-nagyon sok ilyen vendéget. És senki nem balhézott? Senki nem volt hisztis? Mindenkivel jó volt? Nem. Stapleton Sullivan a végére nagyon elengedte magát, ők egy hónapig voltak itt Magyarországon, és végül már még az ételt is ő vitte az egyik asztalhoz. Ott már volt egy kis... Ki ő? Stapleton Sullivan. Ja, tudod! Hát na... A tapleton. A tapletonék. Tudom, a tapletonék. Na jó van, Péter, hát akkor azért ez egy nagy élmény. Nagy élmény lehetett nektek. Menj a pinkódja. Tényleg. American Express Mastercard, mi a pinkód, és az utolsó. Le tudtad-e ütni a 16 számot róla, hogy be tudom mondani. Elfordultam. Diszkréten elfordultam. Na jó van. Péter, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm. Jó munkát nektek. Ciao. Hello. Elképzelt, hogy Harrison Ford bakancs listáján rajta volt Kis Rossi. Kis Rossi van biciklizni. Rajta volt az, mit tudom én tényleg még, hogy nem tudom megnézni a kínai nagyfalat, meg mit, eljutni még ide-oda, és Kis Rossiba bringázni egyet. Vagy Szentendréből föl bringázni Kis Rossiig. Tehát ez rajta lehetett Harrison Ford bakancs listáján. Ezért mentőbe egy bringaboltba majd reggelizni egyébként bringanadrágban, nagyon helyesen, Kis Rossiban. Nem, ez biztos, hogy félrejétes lett, egy kis orosz túra, és ebből lett Kis Orosz. Igen. Hát szeretjük. Ez nagyon jó, meg a bringa. Tehát, hogy az, hogy bemegy a bringaboltba, és rámutat egy biciklire, vagy kér valami ajánlatot, vagy mit tudom, hogy kiválaszt egyet, és akkor elkarikázik vele. Igen, most lehet, hogy az van, hogy ahogy a hallgató írja, hogy nem bringáját lopták el, hanem helikopterét, ezért kell valamivel menni. Itt hallgató, nem akarom kiábrányítani a srácot, de a My New Best Friend-et a borra értette. Be kell mondani, Harrison Fordnak nagyon jó volt az Erre Bólva film. Mit szólna egy ilyenhez egyébként? Szerintem röhögne. Nem tudom, hogy milyen az egójuk, tehát hogy mennyire vennék a lapot egyébként. Ugye jó volt a múltkori landolásod. A Berber ugye pilóta. Ő egyébként egy kiváló pilóta. Igen, hát nemrégben elég csúnyán összetörte magát, azt hiszem, hogy valamilyen vadászrepülőben repül is,
Meg van valamilyen régen veterángépe is, igen. Van valamilyen régen második világháború is ilyen felújítottakat gyűjtögető. Nagy repülő. Hát lehet, hogy onnan lépett vissza a bringákhoz, mert javasolták neki, hogy, igen. Hogy nem annyira. De figyel, hol lakik ő most? Hol lakik ő most? Hát én azt gondolom, hogyha valahol ott, nem tudom, Fót környékén forgatnak, akkor ahhoz közel. Tehát lehet, hogy Szentendrén pont azért tekert egyébként Szentendrétől Kisoroszig, mert Szentendre környékén vettek ki neki egy házat, és nem kell mondjuk a Four Seasonből kijárnia, hanem ott a nulláson gyorsan ott van Fóton. Tehát, kivettek ott neki, amit a Kossuth Lajos utca 32. Igen. Nagy, ez valami rendben. De hogy oda menjetek, nem ott valaki. Nem, hát ott vannak egy komoly házak, amiket persze sok ezer euróért ki tudsz bérelni, és azok kielégítik a sztár igényeit, vannak ilyen jellegű ingatlanok, amik erre szakosodnak, hogy ugye kiadás céljából. Üzemeltik őket, medence, jacuzzi, amit szauna, személyzet, nem tudom, és akkor azt kiveszik neki, és akkor nem szállodában lakik, van, aki kifejezetten nem szeret szállodában lakni, mert eljön ide két hónapig, és azt kéri, hogy ő házban lakjon. Mondjuk már csöngessük be, teszteljük már előbb, mennyire van. Meg tudod, hol lakik? Szerintem a szomszéd, lehet, hogy az egyik szomszéd, vagy a kert szomszéd, vagy a szembe szomszéd, vagy bármelyik szomszéd közül valamelyik csak hallgat minket, hogy írja már meg csak egy stikába, hogy nekünk egy ilyen belső, és nem, tényleg nem fogjuk kiadni a bulvár sajtóra. Elmegyünk egy hármasba. Csak megnézzük, hogy hol lakik. Jó, hát csak látom nekik, hogy ott rakosgatja ki. És ott éppen ott akaszgatja ki a fregorira. Igen, persze, kirat az F-Herizom, nézi a táblát. Kirakom, ez a cím, hogy itt lakom egy hónapig. Igen, éppen rakosgatja ki a Leia Forever felirat a kis trinkó. Reméljük a rendőrök, amikor elkapták és igazoltatták, raktak szájkosára a Csubakkát. F-Herizom, időskorú elkövetőt előállítottuk, a kerékpárt lefoglalt. Ide nekünk valaki. Ekkora állatot köztületen póráz nélkül. Sétáltat. Nem szabad. Nem szabad. Sétés követett. Az milyen tényleg, mikor előszedik, hogy nincs prizma a gépen, meg nem tudom, és a rendőrnek leesik, hogy kit igazoltad. Azért az egyéb... Csak a csipető úszág! Harapó! Harapó, se felé van! Ja Istenem, hogy uhatja ő ezt egyébként, szegény, hogy Csubakkára kérdezi. Legalább itt a hogy lihek. Igen, Bözsi néni meg lakik, mögött lakik Dunakeszin, kiskötyában szokott kimenni öntözni. Kiskötyában szokott kimenni öntözni a virágokat. Sivár el tudom képzelni. Igen. Ez el tudom képzelni, utálja Hollywoodot egyébként, elmegy, leforgatja, amit le kell, és egyébként valahol tök máshol lakik. Amerikában sem szeret Hollywoodot. Neki a csillagászban bőven megvolt. Persze, neki ez a bőven megvolt. És kertészkedik, repül, és halálos a hétköznapi életet él. Tehát azért ezt így kívül mondjuk azt, hogy felszáll a második világháborús veterán gépére, és leszáll a saját kertjében. Azért az nem egy hétköznapi élet, nem? Mikor landolsz a saját kertedben. Lehet, hogy most is lehet kacsázik a Szentendrei dinatartban. Ne, sétálgat. Na jól van. Egy perc, pontosan 9 óra. Jöjjön akkor a kérdés, és egy picit többet írjatok magatokról, mint a válasz. Jó, hogy hány évesek vagytok, voltatok-e már Barcelonában, mennyire vagytok jó közvetítésben, ha kapjunk tőletek egy pici hangulat jegyet arról, hogy kit fogunk visszaírni majd, jó, a játékra, mert hogy elérkezett ugye a gólöröm játékunk, a tét pedig az, hogy valaki kijöhet még velünk október végén Barcelonába majd, egy hosszú hétvégére, azon belül is pedig egy Barca meccsre, ami ugye vasárnap este lesz. Igen, már egy kört futottunk ezzel a játékkal, ugye tavasszal, tehát már van nyertesünk egy, de még keresünk még egyet. Az ő fog eldőlni ezen a héten. Na mi a kérdés? Chu Blanca. Igen. Kérdezi, hogy hallgat. Rendes biztos megkérdezi, hogy ki van egy csípeltetve Csubakka. Na, mondod? Vagy most mi van? Na, azt mondja, hogy ki volt a legutóbbi gólkirály a spanyol bajnokságban? Feltettem még egyszer a kérdést, ha esetleg én nem volt elsőre egyértelmű. Igen, tehát, lefagytam. Ki volt a legutóbbi gólkirály a spanyol bajnokságban? Nem fogjátok kitalálni egy Barca játékos. Hát ez nem nehéz. Nem. Nem. Azt elárulom, hogy a második Cristiano Ronaldo volt. De nekünk nem az kell. Hát, jönnek a megfejtések, hol lakik Harrison Ford, a Damjanich utcában a trafik mellett. De most éppen kint cigizik a kapu el. Egy koncertdobozó hamuzik. Na, drága hallgatók, ha szeretnétek velünk jönni Barcelonába és benevezni a gólőröm játékosokat, ti vagytok a legjobb sportkommentátorok, úgy tudjátok leközvetíteni a Barca gólt, ahogy sehogy tudtok nekünk remek gólőrömet prezentálni és eljátszani, mint a sportriporterek lennétek, mert hogy ez a feladat, akkor írjátok meg nekünk Jani kérdésére a helyes választ, és nevezzétek be saját magatokat a játékra, jó? Úgyhogy ezzel folytatjuk mindjárt. Ákos, írj után!
És most folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Ez itt a Morning Show. 9 óra után vagyunk, pontosan 14 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk, még mindig nagy a dugó a Lágymenyosi hídon. Ott van egy kis baleset, és emiatt nehéz Budáról átjutni Pestre. Köszönjük szépen annak, aki elküldte. Aztán mérnek az M7-esen a 42-es kilométernél, Balaton irányába Pest felől, ott is mindenki vigyázzon. Valamint semmit sér a 10-esen a körforgalom, le fogjuk zárni az utat, tüntetni kell. Úgy látom, hogy hallgatónak nem indult. Annyira jól a reggelem. Megindult egy nemzeti radikalizmus. Fél óráján nem jutok át Budára, a Petőfi híd, Lánymenyosi híd halott. Kitizita küldte nekünk. Szerinted... Nem én vagyok. Micsoda? A Zörgé. Ja. Kér savanyút, Jani. Csak tudom, hogy mennyire utálja. De rettenetesen megőrülök a fülemmel tőle. Hárosült M0-ás csomópont Kistarcsa felől beállt, a Szeged felé kanyarodósában két autó és két terkocsi áll. Boris Bak csomópont 25-30 perc, 61-es pótlóbusszal, holnaptól inkább tényleg ókjárásra megyek munkába. Szala, köszi, ezt már elolvastuk, igen. Na, behozta a pörköltet valaki neked? Nem, én savanyút hoztam, meg kenyeret hoztam, mert azt ígérted, hogy megkóstolhatjuk a pörköltödet. És hát már gyakorlatilag 9:45 van. Érted? Laci szemkontaktussal jeleltem, hogy akkor most értem. Ugye csináltam hétvégén Bográsban marha pörköltet, mert volt nálunk egy ilyen kis baráti összejövetel, és mondtad, hogy le akarod ezt mehozni. Hát, hogy úgy szer, nem akarok én mehozni. Hát csak megnézni, hogy milyen. Hát a Sebestyén Balázs pörköltjéből enni. Ritkán csinálom. Hát figyelj már, azért az életem második marha pörköltje volt. Azért. Nagyon kis Bográs nagy húcs, mint azt megtudtuk. Mentes vágta föl, úgyhogy nem az én bűnöm. Meddig főtt? Egy jó 3 órát főztük azért. Helyes. 3 órát. Vaj puha húsiba fog tunkolni, se szaftot semmi. Ja, szerintem felvette a szaftját. Ahogy elnézted. Ahogy ilyen, nekem tetszett egyébként. Kevés szaftot kaptam hozzá, pedig tudom, az a jó fehér kenyérrel azt tunkolni igazából az nem, az igazi. Nem néz ki rosszul. De ez újra melegítve már nem olyan, de szerintem. Nem, igen? A főri hú, te, persze. Talán még jót is tesz. Igen, hát mondjuk a mikros melegítés vitatkozunk, de a más tűzhelyünk nincsen. Oda rendesen megmelegítette? Gyerek. Rendesen, mert ha belül hideg, körülötte meleg, az nem annyira azt jó. Azt már látom, hogy te tálaltad, aha, tehát... Milyen szép kis ibrik. De a gyerek mibe kapott reggel műzli? Nektek komolyan mondom, semmi nem jó. Hát a kis kezemmel hajnal, hogy ne ébredjen fel a család. Figyelj, a Loch Ness is szörny van rajta, egy kalózhajó és egy sziget, meg egy szápa. Noelnek a reggelizőstája. Szerintem a marokból lette a puliszkát. Nem, a Viki megnyomta két oldalt a kis száját, kinyit, és belöntötte. Ó, előbb a szaftot megkóstolom. Nagyon jó színe van. Fölmelegítette ez a görény? Fölmelegítette ez a görény. Rendesen. Nehogy érted, egy rossz melegítés miatt érted. Én érted, fűszereztem a kis kezemmel, babérlevél, mindent tettem bele, érted? Nézd meg a szaftot. Az a baj, hogy jeges a közepe. Nem, itt jó lesz. Laci mondta, megyek, megmelegítem. Benyomta 10 másodperc a mikróba. Zsúly, ne csörögjön már nyálad a pultra. Nem jó így. De jó, meleg, meleg, meleg. Megmelegítem ezt a szart. Nagyon. Gondoltam. Laci elindult és megmelegítette. Na figyelj. Nem is ér. Gyerekem. Na őszintén. Gyerekem. Mi ropog ennyire jeges? A jégdarabok ropognak, vagy mi ropog? Ne haragudjatok, hallgatok. Eszem nagyon szép húsdarabok vannak, kicsit túlfőzve. Figyelj, vaj puha. Na? Jó vagy, tesó. Na? Jó. Nem ilyen. Lábszár. Jó. Jó, nagyon jó. Jó lett? Igen, egy kicsit, mintha túl lenne sózva, de ez még nem biztos. Mi sósan, nagyon sósan eszünk, az a fiútársaság, aki volt nálam. Figyelj, nekem már sós volt, a többiek még megsózták. De legalább fogy az édes is. Mondjuk igaz, meg jobban lehet rá. A rozé jobban csúszott rá. Na, milyen lett? Jó. Na, jó lett? Tényleg, figyelj, hibátlan az állag. Egy darab hús, amiben én beleszúrtam, az volt szétfőve, a többi az gyönyörűen egyben maradt. Későn vettem észre, hogy másodosztályú piros paprikával ízesítettem, de találtam az első osztályút, úgyhogy dobtam bele, mert másodosztályúnak nem volt annyira íze. Nagyon jó. Tényleg jó? Meg vagy fejből. Nincsérve. Tudom a receptet fejből, úgyhogy nem. Csak, és úgy érzésileg szórok bele minden. Na? Jó, tényleg, nem tudok rajta fogást találni. Szép, kerek, sejmes ízek összeállva. Komolyan jó. A csokit, amit mondtál, az elmaradt, mert nem találtam otthon. Villantottam egyet a srácoknak, mondom, elmegyek. Figyeljetek. Még négy kocka. Mondta Feri, hogy a marha pörkötbe a végén, mikor megfő, tenni kell négy kocka keserű csokit, mert hogy ez berobbantja az ízeket. Kicsit.
És mondom a srácoknak, hogy még ne vegyétek le a tűzről. Hozok egy csokit. Na menjél már, ne villogjál már, te én mondom, négy kocka, egy csoki gyerekek, én tudom. Vittem ilyen vertem, nem találtam. Csak ezt találtam. 87-es csoki Mikulás. Úgyhogy úgy, a gyereknek a Nesquik kakaójából öntöttem bele egy kicsit. Az magány lett volna. A Feri azt mondta, hogy ami csoki jó. Kell bele, akkor teszünk bele egy kis kakaóból. Figyelj. Nagyon jó. Na, jó? Örülök. Figyelj, utána egy cigit, kisírtad magad egy életre a Runner's World-ből. Örülök, figyelj. Szívem, lelkem benne van. Már fél tíz, egyre jöttek, vagy a délre, már fél tíz korotyogott a bogrács, úgyhogy... Gyerekek, kóstoljátok meg, aki ehet ilyet, jó? Aki erre jár, ugorjon be egy katonára. Otthon van még, csak keveset hoztam, mert azt hittem, hogy úgyis bántani fogtak, úgyhogy sokat nem csomagoltam nektek, de... Na, Anna is jön megkóstolja. Mondjuk erre nem megyünk. Az mi? Szalonna van benne. Kérd belőle, Anna. Szalonna is van benne. Igazi füstölt csemege szalonnában. A hagyma jó. Üvegesre pirítva, gyerekek. Szalonnán. Érted? Zsír volt vagy olaj? No. Nincsen olaj, semmi olaj. Nagyon jól néz. Szalonnán pirítom a hagymát. Zsír, zsíron, zsíron, olaj. Arról a falatról egy kínai barátom, Mo Ching jut ez. Na? Ha? Ugye? Várj, beadom a mikrofonot. Minden nyallereskedés. És mellett még a tied is belefér, mondja? Rolnék vagy. Figyelj, tudod, hogy megkarcolnák. Szívesen megmondanák, szerintem megmondanák. Szerintem megmondanák. Az illat az nekem is bejön. Mondanám, hogy át van főve, nagyon szép, jó minden fűszer aránya, nincs vele semmi gond. Azonnal rugdosnám. Babérlevél, kakukkfű. Tényleg jó. Vörösbor van, mert tényleg. Szalonna, hagyma. Színe is gyönyörű. Anyom, a másodosztályú paprika. A másodosztályú paprika megtette a hatását, igen. Jó színe van, jó ez. Jól van, na falatozzatok. No, örülök. Föl vagy véve. Gyerekek. Bográsod, nagyon elrontani egyébként nem lehet. Mutatjuk gyorsan, mi a beugró hármas ugrása, mert azt még nem mutattuk meg. A gólöröm játékunk után lesz hármas ugrás is, úgyhogy figyelj mindenki. Jaj. És ez azért jó, mert ez a mix csak olyan négyszer volt eddig. Igen. Tehát igazából nagyon könnyű. Jó? Előadó vagy dalcím, ezt írjátok meg nekünk. Na, jó, Anna, mennyi vágni most már, edd meg a pörít. Eszel? Igen, muszáj, én nem már uborkát is ettem. Tök, hogy már fulladjál is rá valamit, mert fulladjál. Torladás lenne a torkodban. Kicsit úgy tűnik, hogy 40 dekolt megrekedt. Megütögesem a hátát. Egy Heimlich Méle műfogás. Na, mielőtt hívnánk a kommentátorunkat, írd csak föl. Mielőtt hívnánk a kommentátorunkat, megmutatjuk a tavaszi játék egy-két nagy hát felfedezetjét csak kedvcsinálónak, illetve a nyertest még egyszer. Hogy miről szól ez a játék, talán néhányan nem tudják. Hogy mit is kell itt egészen pontosan csinálni. Jó? Először megmutatjuk akit mi nagyon szerettünk, és nagyon helyes volt, és nagyon cuki volt, ő volt Ági. Ugye ő kedden, a keddi játékosunk volt tavasszal, és arra vállalkozott, hogy ő is megmutatja, hogy hogy kell sportkommentátorkodni. Ági, hát közvetítése így szólt. Hajrá! Hajrá, Messi! Messi passzolja a labdát bal oldalra, onnan átadja Rissónak, Rissó visszapasszolja Neymarnak, aztán ismét Messo, és végül Rissó elé kerül a labda, bal oldalról, és egy éles, helyes labdát lő. Gól! Gól! Továbbra is nagyon szeretjük. Ági volt, imádjuk, szeretjük, puszíjuk, csokoltatjuk, imádjuk. Ilyetetlen cuki volt. Igen. És akkor megmutatnánk a pénteki nyertesünket, csak hogy mit várunk el tőletek a héten, tényleg, hát ha valaki nem tudja, hogy miről is szól ez a játék, hogy lehet kijutni Barcelonába. Ő egyébként a tavaszi játékunk nyertese, aki most jön, mert hogy Facebookon fogtok majd szavazni, talán, ha jól emlékszem, úgy szavaztuk, hogy aki a legtöbb lájkot kapta. Így ugye föltöltöttük az összes hanganyagot, ti döntöttétek el, és végül úgy döntöttetek, hogy Zsolt jöjjön velünk Barcelonába, a nyertes közvetítés így szólt. Jó estét, jó túlzás, mindenkinek kérem szépen, nagyon izgalmas a mérkőzés. Neymar kiteszi szélre, bal oldalra egy hozzáhatalmas közre, micsoda középnyalás, ott jön Messi egy esernyőt, egy olló, és olló, olló, nem gól! Messi! Messi bevarta, 2-1! 2-1! Kandel a pilóta, kandel a szektor, de la recce alla, kandel a pilóta! Hát a ner Messi, Messi, neked a melyhány! Neri, Valasso! Valasso! Gol, 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 Messi! Messi! Escribili a estudiantes, impressionante! Golasso! 1-2-3 Barcelona de campione!
Hát na, hát zseniális. Továbbra is. Ezt úgy, nem is tudtuk, ugye, hogy jön az idegen nyelvű közvetítés, és egyszer csak az a váltás, hát ez embertelen jó volt. Na, ez tehát a feladat, gól örömöt mutatni nekünk, sportkommentátorként közvetíteni. Az alapzaj meg lesz, a stadion alapzaja, ugye? És erre kell nektek egy gólt hát végig kommentálni, jó? Úgyhogy hívjuk akkor a mai, azt nem mondom még, hogy potenciális nyertesünket, de azt, akinek ugye hát esélye lehet ott lenni Barcelonában. Október végén megyünk, ha jól tudom. Ugye? Október van, utolsó hétvégét kell majd szabaddá tenni. Na jó, most tényleg jelentkezel a játékra. Hello, morning show, szia, Jani, hello. Feri, Valász. Ciao. Hello, hogy hívnak? Sisa Péter, örvendek. Péter, mi is örvendünk, Péter. Honnan hívtál, illetve hol írtál, hol vagy most? Hát éppen egyetemen előadásról jöttem ki. Ki jöttél az egyetemről? Mit tanultál eddig? Hát most éppen szerkezettan kettő. Tengelytervezés. De gyönyörű tantárgy lehet. Ez, mire kell, vagy mi leszel? Hát biztonságtechnikai mérnök. Biztonságtechnikai mérnök leszel majd. Aha. Na, és akkor kijöttél az egyetem órájáról egy picit, és ott a folyosón állsz, és ott fogsz nekünk üvöltözni? Hát, gyanús, igen. Ez szórakozató lesz egyébként, azzal nincs baj. Igen. Jó, oké. Okay. Hallottad a nyerteseket? Illetve hallottad a nyertesünket? Zsoltot, Ágit? Nem hallgattam előadást, semmit. De tavasszal úgy értem, hogy emlékszel rájuk. Nem emlékszem. Nem emlékszel rájuk, tehát nem is nagyon tudod akkor, hogy mit kell hozni ebben a játékban. Nem. Jaj. Csak írtál egy SMS-t, és igen, akkor meglátjuk, hogy közvetítesz. Jó. A szabályokat igen, tudod, hogy miről szól maga a játék? Mi a tét? Hova lehet eljutni? Igazából apa írt nekem egy SMS-t, hogy gyorsan küldjek nektek egyet. Barcelonába lehet eljutni. Atya úr, itt a családi vállalkozás, papa beízította. Tudod, mi a játék szabály? Nem. Na, te tulajdonképpen nem tudsz semmit, Fater írt, és mi volt az SMS-ben? Hát, hogy Luis Suárez lett a gólkirály, és hogy Hajdú Bén meg Horthy Gáboron nevelkedtem, de ezt elegyítettem a dél-amerikai kommentátor stílussal. Tehát apád írta meg az SMS-t helyetted? Nem, én írtam meg az SMS-t. De mit írt apád, hogy miért írjál nekünk? Ja, azért mert elejtünk a Barcelonába, és van a gólöröm játék. De nem írt semmit, csak hogy írja Balázséknak? Ennyi. Így van. Aha. És te írtál egy SMS gyorsan? Így van. De tudod, mit kell csinálni a játékban? Nem. Na, ez profi lesz. De akkor ez, a gyerekek azért hogy találkozott össze, hogy ő beleírta, hogy ő kommentátor egyébként, vagy szeretne. Érted? Igen. És ez a feladat egyébként, akkor eláruljuk. Igen, tehát apád akkor valamit elmondott, hogy mi lesz a játék, vagy mit kell csinálni. Hát csak annyit, hogy írja bele, hogy szerintem miért vagyok jó kommentátor. Ennyi. Ja, hogy szerintem miért vagy jó kommentátor. Igen. Aha. Igen. Ez mindig izgalmas ez a játék, ez tavasszal is nagyon izgalmasan indul. Szoktál benevezni olyan sportversenyekre, amikről nem tudod, hogy milyen sportál. És meglepődsz. Bicikli. Ne felejtsétek el, tavasszal volt ugye egy kutyás, akit a végén megtámadtak a kutyák, ott volt Ági, igen, ott voltak a rendőrök, akik nínoztak, tehát ez a játék, ez mindig nagyon szerencsés. De figyelj, ugye nem Sisa Tibor az édesapád? Nem. Jó. Mert hogy... Ismerem. Igen, ismer, tehát hogy egy elég jó edző, tehát hogy akkor mászna, hogy beltéres lenne a dolog. Igen. Igen. Mondjuk attól, hogy a Fateri edző még nem biztos, hogy jó sportkommentátor, tehát hogy ez még... Jó, nem akarsz inkább visszamenni órára? Hát, ha már itt ők, megpróbálnám. Jó, mi adhatunk egy lehetőséget végül is, hát a téged választhatunk. Oké, okay, figyelj ide, kommentátorkodnod kell, igen, jó, foci zajt fogsz hallani, jó, és... akkor miért nem apád játszik? Nem tudod elengedni. Miért nem apád írt SMS-t? Nem is értem egyébként. Nem tudom. Oké, okay, szóval, hogy foci zaj lesz, kijöttél közben az utcára? Nem, itt vagyok, az egyetemen még. Ott vagy az egyetemen. De semmiféle visszafogottság ne legyen benned. Tényleg olyan, mint az utolsó néhány másodperc pontosabban a meccsből, és egy mindent eldöntő gól fog következni valamelyik kedvenc, nyilván Barca játékosodtól. Igen. A focit szereted, ismered, nézed, van kedvenc? Természetesen, hát követem. Persze. Kinek drukkolsz? Real Madrid. Hát, én inkább a magyar pályán mozgok azért. A magyar pályán? Na, de Fradi, vagy Újpest, vagy hát, Debrecen? Inkább a Ferencváros felé húz a szívem, de azért a spanyolt is megnézem. És ha nyersz, esetleg kijönne a meccse, mert hogy apád írt, de te játszol, de mégis... Nem tudom. Nem tudod. Tehát azt mondod, hogy nincsen magyar bajnok, akkor jobb hiány a spanyolt is. Nem, azért követem, mindenféle bajnokságot követek. Ebben is voltam kint, úgyhogy... Jó. Oké, okay, na figyelj, hát megnézzük, mi lesz ebből. Elindult maga a játék. Jó, igen, már ugye kint vagytok a pályán. Igen. Igen, igen. És megy, is, és megy a játék, így van. Le kell közvetíteni egy gólt, halljuk.
rendben. Messi vezeti a labdát, Messi passzol Xavinak, Xavi visszaadja neki, Xavi úristen, mekkora kiugratás, Xavi, Jézus Mária, Messi állt meg a kapus, gól, utolsó másodperc, Jézus Mária, hihetetlen golászó! Úristen, 92 perc, Barcelona-Real Madrid, 3-2, nézzük vissza még egyszer, Messi fut, hihetetlen labdát kap, és még egyszer begurul a kapuba, gól! Aha. Ez olyan egyetemi folyosós volt. Visszafogott volt, folyosós volt. Sokan vannak a büfében, és kiér a vége a folyosor? Picit, mint hogyha visszafogottabb lettél volna. Ebben igen, ebben még nem volt benne az elengedés, nem volt benne az őrület. Jó, oké, figyelj, meglátjuk, Peti, mire elég. Jó. Kicsit visszafogott volt, tehát éreztem én ebben, hogy sokan vannak arra felé, hogy te vagy, és nem biztos, hogy nagyon ki akarod engedni a hangodat. Nagyon, okay. Nagyon pici betűkkel volt ott az apró betűs részben, hogy nyomokban Horthy Gábort is tartalmaz. Oké, okay. Péter, hát meglátjuk, mire lesz elég, jó? Köszi! Jó, köszi! Köszi, ciao! Szia! Hello! Jó, hát nézzük úgy, hogy ez egy hétfői bemelegítő adás. Na. Igen, nézzük úgy, hogy így ne. Vagy ez? Na jó, oké, okay, vagy ne így. Vagy az írjon, aki tényleg ott akar lenni, és megőrül, nem az apjától kap egy esemet, nincs vele baj, mert mi hívtuk vissza, és megadtuk neki az esélyt, ez így korrekt. De tényleg azok írjanak, akik ott akarnak lenni, akik mindent megtennének, akik az agyukat eldobják, úgy játszanak, ahogy Zsolt is tavasszal. Hát megmutattuk, hogy mi a követendő példa. Nem magyar bajnokság, spanyol bajnokság, gól öröm. Mert ott esik is jó, igen. Szép gól, hát van minden örülni. Igen, csak 3 éve nincs a Barcában. Nem, ezt elnézzük. Nem kell Barcelona a fennek lenni. Tehát kijöhet, írhat valaki olyan, aki csak szereti a spanyol focit, a magyar focit, sose volt még Barca meccsen, de ugyanúgy menne Real meccse is, tehát nem cél az, hogy Barca drukkerek legyetek. Bárki, aki szívesen jön velünk, is ott lenne egy Barca meccse. Mi sem vagyunk Barca drukkerek egyébként, és örülünk. Felül legyünk Beckenbauer és Zomborinak. Ez csak olyan legyen. Nem kell Barcelona fennek lenni, abszolút, igen, ez fontos. Mint a takaró alól közvetítette volna így a Robika nekünk. Kicsit egyébként tényleg olyan volt. Na jó, holnap folytatjuk. 9 után lesz Juli jön, de 9 után még azért ez is bele fog folyni, így tessék készülni, jó? Most viszont játszunk, már itt is van egy hallgatónk. 3-as ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Zoli vagyok, Bajáról. Zoli, hello Zoli, Bajáról. Hello, mit csinál Zoli éppen? Hát éppen sidózok. Bicsérdem vagyok. Silózol. Azt értettem, a silózol, utána nem értettem. Hát kukorica betakarítás igazából. Feri az lát, hogy tudja. Hát figyelj, igen, ezen látod, nőttünk ilyet. Föl. Így van. Mikor már nem volt mit élnünk, csak a siló. Feri akkor ment a silóba, igen. Na figyelj, és akkor nincs is nagyon segítségen. Hát nincs. Kicsit zavarva is vagyok, de hát hajra. Ne legyél, hát azon mindig átsegítjük a hallgatóinkat. Nem kell tőlünk zavarba lenni. Na, milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Milyen volt a hétvégét, Zoli? Mit csináltál? Mesélj egy kicsit. Hát ugyanaz, szombat, vasárnap, este 8-ig. Minden nap dolgozol? Így van. De hogy hétvégén? Nincs pihi? Hát ne az igazság. Betakarítás van. Na, hát akkor hétvégén. Január, február, akkor csönd van. Bejön egy kis rossz idő, aztán az neki nagyon kellemetlen. Most zajlik a betakarítás, akkor én a csirkét is csak fóliásan ismerem, tehát én ebben nem tudok többet. Csak mellem van mi? Csak csirkének csak mellem van, igen. Mindig meglepődöm, mikor más látok. Na figyelj, itt szól az első kérdés. Melyik hazai énekes egyik slágerében hangzik el, hogy az, aki szép, az reggel is szép? Charlie, így van. Így van. Kérdés. Oké, menjünk-e tovább? Ezt már idősebb korában írta ezt a dalszöveget, illetve íratta. Amikor már minden volt. Igen. Azt mondja, hogy nevezik másképp a Gordonka nevű hangszert? Cello. Igen, jó. Mi legyen a harmadik kérdésem? Hát jöhet? Persze. Jó, ne egy ilyen lemondó Zoli, hát kicsit lelkesebben. Melyik európai főváros folyója Moldva? Egy pillanat. Internet? Dehogy is nem. Hát nem volt a révai bent. Benn van 2 larusz. Na? Euró.
szép a belváros, hogy óváros része van, sétálóhidak vannak a városban. Károhíd is ott van, jól mondom. Jó, na jó, Pici segítség, igen. Károhíd is ott van Prágában, valóban így van. Jó, oké, hát kis segítséged, de megadtuk, jó? Jó. Izgulsz még? Jó, vagyok. De ilyenkor mit tudod, hogy mi lesz, vagy hogy teljesítesz, vagy hogy beszélni kell? Hát így van, hall egy ország, remélem néhány kollégám is. Na jó van. Oké, küldjük a csomagot, jó, ügyes voltál. Jó, köszi. Köszi, jó munkát neked. Szia. Jó, sziasztok. Hello, Zoli, hello, szia. Hello, hello. Na. Jó van, hát itt nem elégedetlengedni a gólőröm játék miatt, hanem jelentkezni holnap is. Jó, megadni magatoknak az esélyt, jön a kérdés 9 óra előtt néhány perccel, aztán meglátjuk, hogy, hogy kit fogunk visszaívni. Holnap újra lehet próbálkozni, még van 4 kiadó szabad hely a játékban, úgyhogy még azért sokan beférnek. A legutóbb is pontosan ugyanígy indultunk, a hétfő egy picit gyengécské volt. A kutyák meg... szétszették a játékosunkat. Igen. Fél 10 múlt, pontosan 4 perccel, egy pici szünet után jönnek a nap legjobb pillanatai. 3:10 lesz pontosan 5 perc múlva. Mutatjuk már is, mivel foglalkoztunk ma reggel. Korán reggel felhívtuk a tanár urat, Nógrádi Györgyöt, hogy meséljen nekünk kicsit arról, hogy mi a helyzet Észak-Korea és Dél-Korea között. Ugyanis most éppen Dél-Korea fenyegette meg Észak-Koreát, hogyha bármiféle jelét észlelik annak esetleg, hogy atomtámadást indítanak az országuk ellen, akkor a földdel teszik egyenlővé fenyen. És fölhívjuk a tanár urat, hogy mondja el nekünk egyáltalán miért van szükség ennyi atomkísérletre, mi történik Észak-Koreában, és ki mögött ki áll. Hát... megpróbáltuk értelmezni. Megpróbáltuk értelmezni ezt az információ áradatot, amit ránk zúdított a tanár úr, de érdekes dolgokat mondott, igen. Valamint beszélgettük egy picit Harrison Fordról is, aki hát, teljesen hétköznapi módon jár kell közöttünk, hol egy budapesti étteremben bukkan föl, és vacsorázik egy kellemeset, hol pedig beüget kisorosziban, bringával, leül, megreggelizik, és bringanadrágomát. A Bálszalonnál teszik a Szentendrei Dunapart. Igen, nagyon helyes. Bicskával, és borsodit iszik hozzá. Nagyon kedveljük őt, beszélgettünk Péterrel, azzal a szomeliével, aki kiszolgálta Harrison Fordot és társaságát, és próbáltuk megtudni, hogy világsztárként viselkedett, vagy egyszerű hétköznapi ember. És inkább az utóbbi volt jellemző. Nagyon szimpatikus az a kép, amit Harrison Fordról kaptunk. Nagyon szimpatikus George. Így van. Úgyhogy már is jönnek a nap legjobb pillanat. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szerintem ez annyira helyes, amikor ilyen nagyon irigyelt, a vörös szőnyegen sokat látott világsztárok megérkeznek, és kisorosziba bringáznak egy bringogatyában. Tehát, hogy azért ez tök jó sztori. Hello, Csabi, jó reggel. Jó reggel, biztos mondtam volna neki. Richard! Richard! Szerette volna. Igen. Nagy voltál a Pretty Woman-be. Írtam volna Tommy Lee Jones-t meg a brigádját. Megvan, itt van a szökevény. Ú, de jó film volt a szökevény, tényleg. Jelen volt a Richard, ugye? Igen, én Richard híre gondoltam, ez nem esett le így, de most már tudom, a szökevény milyen jó film. És a Tommy Lee Jones meg is kapta a legjobb mellékszereplőnek járó Oscar-t akkor. Igen. Az nagyon kedvencem. Remélem, nem mondtam most nagy hülyeséget, de azt hiszem, hogy azért megkapta. Ez egy nagyon jó film. Igen. És jó benne Harrison Ford is. Jó. Kifejezetten jó. És győz az igazság a végén. Az a legjobb. Tommy Lee Jones mennyivel jobb színész, mondjuk. Tommy Lee Jones sokkal jobb színész, mint Harrison Ford, persze. Tehát Harrison Ford azért nem egy... szeretjük őt, meg egy ikon, de önmagában színészi kvalitásokat nézve, tehát hogy persze, tök más. Milyen volt a hétvégét? Futottál, Csabi? Most nem futottam, viszont ezen a héten le kell futnom egy 10-est, képzeljétek el, van a virtuálfutók.hu, azoknak van, akik nem szeretnek versenyre, vagy nem tudnak versenyekre járni, vagy hétvégén is dolgoznak, vagy nem bírják a tömeget, vagy nincs nevezésre pénzük, stb. És le kell futni egy adott időn belül, bárhol, bármikor 10 kilométert, vagy hát a távot is választhatod, úgyhogy ezen a héten ezt nekem teljesítenem. De miért? Beneveztem. Ez becsületből, hogy bevallod, hogy megvolt a 10-es? Igen. Aha. Igen, beneveztem, és hát valami célt ki kell tűzni, tehát az csak, hogy rohangálsz, csak azt mondod, hogy 3 után megállok, mert ma nincs kedvem, de van egy cél, hogy nekem teljesítenem kell, nem tudom, ekkor meg ekkor 10-et, akkor arra készülsz, arra gyakorolsz, ugyanúgy, mint amikor valaki versenyre készül. Hogy tervezed? 1,4 naponta? Persze, és akkor van az, tudod, regisztrálni kell, de van, már megtaláltam azt a megállító gombot, hogy csak pauzára állítom, ami méri. És akkor másnap megint elindítottak. Már múlt héten elkezdtem. Én mondtam neki, hogy jöjjön. Szani Lalulinak is mondtam, ő azt mondta, hogy persze, lefudul, egy fél nagy. Hát aztán... De nem volt ott. Nem lehet, hogy másik sorból indult. Az is lehet. 4 rajt volt. Viszont képzeljétek el, hogy voltam a hétvégén, ha már kérdezed, Well Hello koncerten.
Többször volt már lehetőségem, de sosem mentem el. Most azonban elmentem a parkba, kicsin családommal, megnéztük, voltunk vagy 12 000-en. Ez zseniális. Láttátok már? Volt igen, már volt a parkban, már, voltunk rá, pont. Igen, akkor igen, volt a begipszelt lábas, aranyfoteles. Rajta a bagancs listámon. Egy kis oroszi bringázás és egy velhelló másik oldalon. Jó volt? Nagy buli volt? Figyelj, egyszer meg kell nézni. Egyszer meg kell nézni, mert szerintem ez ma Magyarországon a halott pénzen túl a legnagyobb produkciók egyike. Tehát, hogy a fény, a színpad, az előadás, a zenekar, az ötletek, amik itt jönnek a kivetítőn, azt képzeljétek el, hogy a park mellett van egy vasúti töltés, és egyszer csak azt látod a kivetítőn, hogy ők el vannak késve, ezt mondják, és valami vonaton ülnek, és hogy pakoljunk rá szenet, meg nem tudom, és megjelenik fönn egy vonat, sipolva egy ilyen gőzmozdony, tehát az egész mávot beavatták, és ők lezárták azt a szakaszt, és ők bejöhettek vonattal, és úgy érkeztek meg a koncertre, hogy közben ezt a kivetítőn nézted, hogy ők a... Ez jó ötlet. Zseniális volt. És akkor ilyen időutazás volt, hogy visszamentek az időben néha. Nagyon jó volt. Zseniális zenekar. Jó van, Csabikám. Hívjuk a nap hallgatóját, aztán mi elköszönünk. És jössz te. Már itt is vagyok. Na? Ajjaj, nyomtam a tapsot, de nem Morning Show, szia, hello, jó reggel. Jézus, a Morning Show, hello. Hello, hát nem mondtad. És igen. A világért se akarnánk feltartani. Nagyon tetszett az SMS-et, nagyon szerettük. Ha ki van egy csipeltetve csubakka, nem, akkor 50 000. Tehát ezt mi nagyon-nagyon szerettük, ugye? Eljátszottuk, hogy milyen lehet, amikor Han Solo-t igazoltatja, vagy Harrison Fordot igazoltatja a rendőr, igen, és mit szól csubakkához. Szerettük, csak hát nem mondtad, sajnos. Hogy hívnak egy nevet, még mondj nekem. Dávid. Oké, figyelj, hát nincs ajándékcsomag. Ettől függetlenül te vagy a naphallgatója, csak nem tudunk ajándékcsomagot adni. De van egy csomó plusz ajándékot, hallgass meg a reklámblokkot, jó? Adunk egy-két dolgot. Kérdeztetek valamit? Na. Ugye ez a gólöröm játékról szeretnék kérdezni, hogy ugye két mezet lehet nyerni, nem? Hát, egy héten keresztül promoztuk ezt a játékot, igen, senki kicsit nem más az ajándék, ha nagyon jó a mez is, van akik azt adnak, de mi barcelonai utazást adunk Barca meccsel egyetemben. Aha. A nyertes. Azt mondja, akkor nem érdekel. Az már nem, akkor az már nem jó. De hogy nem. Most szeretnék jelentkezni erre a gólörömre, majd holnap. Úgyhogy... Remélem, egyen fogtok majd felhívni. Jó. Egyébként jól mondod a meszt, mert hogy meszt is van, kapsz. Van, jól mondod a meszt. Oh. Igen. Nyersz egy meszt, illetve kettőt, és két darab, és egy két személyes utat. Ugye a Barcelonában a meccsre. Látod, én tudtam rosszul, mert nekem az út az olyan izgat. Hát jó, csak a prioritás, hogy azért az a fontosabb. Csak nehogy véletlenül valaki Juve meszbe jöjjön, ezért kap egy meszt. Kapsz egy meszt is. Jó, figyelj, ne add fel, holnap ugyanúgy van játék, sőt, még szerda csütörtök pénteken végig. Tehát, hogy ma nem sikerült bejutnod, de lehet, hogy holnap menni fog. Jó? Oké. Okay. Köszi. Köszönöm, hello. Szia, hello. Hello. Csabikám, milyen zenék lesznek? Hát így ragaszkodnék ez a Well Hello-hoz. Na. Jó, mert hogy nagyon-nagyon sok olyan slágert játszottak, amit itt a Klassz FM-n is rendszeresen lehet hallani. Például a Balatoni nyár. Hát ugye ott nem voltak vendégek, csak ők játszották, amit most lejátszunk, abban pedig benne van még a Stereopám, a Nákség, meg a Pixa is. Na jó. Jó? Meghallgatjuk. Csabikám, jó munkát neked, 555-55-00 a telefonszám, kérjetek. Dal Csabitól, jövünk holnap 6-kor, szevasztok. Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az